Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után vagyunk pontosan. 16 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Hello. Jó reggelt. Hello mindenkinek, drága hallgatók. Itt vagyunk, és végre látjuk a napot. Süt a nap, sütjenek esőfelők az éger. Hallali, jaj, de jó csuda kafa. Nagyon hideg van, tehát azt senkit ne téveszem meg, hogy süt a nap. Kinézel, azt gondolod, hogy jó idő van, és aztán nem veszel föl semmit, és rájössz, kilépsz az ajtódon, hogy nem. Azért ez nem így van. Tehát egy ilyen finom 0-1 fok, és hallottam nagy szomorúsággal, hogy az oda az eper termés. De melyik eper termés? A jövő évi vagy az idei? Az idei. Az idei? A jövő évit még nem tudod. Mert amit most, igen, az így nagyon előre. Nem tudom, a virágjai fagytak el, mert azt hittem, hogy már az jelenleg itt leszették, hiszen május eleje van hétvégén, és ilyenkor már ugye ellepik a zöldségesek az epret, és hogy az már ládában van, le van szedve, meg van, szállítják. Az még nem az az eper, és hogy a kicsi eper fagyott el, ami jövőre lesz majd nagy eper. Nem, az nem telel ki a kis eper, az az eper, amit most teszel, az vagy külföldi eper, vagy fóliás eper. Tehát a rendes klasszikus nyárizű eper. Ami május elején közepén érkezik elvileg. Június is, akár aznak annak van helye. Igen, ezzel van. Én nem tudom, én tegnap egész nap annyira ettem volna epret, csak olyan rossz idő, hogy lusta voltam elindulni a zöldségeshez, és egy egész nap egy ilyen tejszínhabos eperre álmodtam, de tényleg, hogy de jó lenne, csak olyan idő volt, meg én voltam a kicsivel, hogy mondom nem. Miért nem küldted előtt? És aztán hallom, hogy nem lesz. A kicsit? A persze, menj már apádnak. Rakom rá a kabátot, csapkát, na, egy, hozz egy kiló epret apádnak. Na, jó, ne arra, nyitom a kaput. Ne arra, figyelj, és sőt, mondd meg a zöldséges bácsinak, hogy spanyol epret ne adjon, csak magyar epret. Csak magyar epret. Egyébként mondjuk minden magyar eper, ezt nem tudom észrevettétek. Amióta elkezdtek építeni erre a fajta jelenleg lokálpatriotizmusra, hogy a magyar termékeket vásárolod, az a minden magyar termék. Úgy vágnak át minket, mint a húzat gyerekek. Nekem van olyan zöldségesem, aki megsúgja. Tudja, hogy a tulaj kiírja, hogy magyar, nem magyar, onnan hozzák, egy hetet várják, igazi magyar lesz. Uh-huh. És ekkora betűkkel magyar eper, 1200 per kiló. Made in EU. Igen, made in EU, és hogy rohadtul nem magyar eper, egyébként engem nem zavar. Tehát, hogyha jó az íze, ez jó tud lenni egy spanyol eper is. Jó. Tehát, az. Nincs ezzel baj, csak magyar eper Katowicéből. Magyar eper Katowicéből, de akkor nem lesz, nem lesz? Olyan jó epres recepteket töltögettem tegnap direkt ezért. Csak még, amit most meg tudsz venni, abból csináljál, és utána felejtsd el. Gyerek, szépen epres rántotta, ezt néztem tegnap. Franciák ezt teszik, mondom nektek, epres rántottát esznek, és tegnap mondom, letöltöttem, hogy 6 epres receptet, annyira kívántam az epret, megeszik. Tehát ők úgy csinálják. Klasszik rántotta és igen, eper? Igen. Uh-huh. És mivel bolondítják, még egy kis kurkumával, vagy egy kis, mi van még? Kérlek szépen, koktélparadicsomot teszem, epret, kecskesajtot, ja nem, az egy eper saláta volt, amit igen, letöltöttem, és kiskanál, vaj, 2 tojás, csipet, só, 4-5 szem eper, és egy kevés cukor. Uh-huh. Ez egy francia kaja, nagyon szeretik, hogy kicsit édesen eszik a tojásrántottát, illetve omlettet csinálnak, félbehajtják, megfordítják, és benne van az eper, és az egész kicsit édes, de közben tojásból van, és vajon csinálja. És letöltöttem, mondom, epres. Nem lehet rossz. Nem lehet rossz, egyébként jól hangzik, csipet, só, 4-5 szem eper, egy kevés cukor, és megcsinál magát az epres omlettet. De nem tudtam epret szerezni tegnap. Érted, hogy ha epret nem ehetsz, akkor epres receptet töltesz le. Úgyhogy már rájöttem, csak egy epres salát, tehát egy epres tojás, egy minden már eperből csinálok. Egyfajta mazohizmus, tudod. Sajnos nem tudok venni epret, ezért mit csinálok epres hételek receptét letöltöm, hogy még inkább hiányozzon. Igen, ebben már ezzel csillapítottam. Erre mit hallok reggel? Elfagyott az eper. Hát mondom, ez az eper, ez üldöz engem, komolyan mondom. Akar téged. Úgyhogy ma veszek egy kiló epret, bárhol is. Bármeddig is kell értem. Ha spanyol, ha etióp, ha dél-afrikai eper lesz, akkor is veszek. Ha meg nem fogytott, hanem Dom Perignon. Nem, hát ez csak eperrel jó. Így. Itt áll vala a Dom Perignon? Ittam. Igen? Egy 3000-es komolyabb száraz minőségű. Azt mondták. Ez az jön inkább. Így csak a Dom Perignon. Egy 3000-es jó minőségű sima száraz pesgő megveri egyébként. Az valami hát nagy... ez így ebben a formában azért nem igaz. Az egy nagyon túl hype-ol dolog. Hát annyit nem biztos, hogy ér, amennyit fizetünk érte, de azért van mögött egy kis múlt. Lehet, hogy van múlt, de hogy nem ér 80 000-et. Tehát nem a misztikumot? Mert hát a múltadó is szerzetesek kukkantották föl az elsőt, és hogy ők hogy kitalálták ezt a dolgot, meg már izé. Nem, itt nem az van, hogy ilyen nagyon nagy misztikum övezés, hogy nagyon régi márka, és hogy ilyen kicsit így
valakinek így beakadt. Az is benne van biztos, de azért tehát a 3000-es kétbetűs, vagy 1800-es kettőbetűs, két ugyanolyan betűs. Nem finom, gyerekek, az nem rakjuk finom. Mellé. Ne mondd már, hogy veri a kölyköt. Szóval én amikor először azt ittam, nem. Azt nem. Akkor öltönybe öltöztem, szivart szerzel, mert most valaki hoz valahonnan egy üveget. Hát azért az drága dolog. Persze. Azt a csalódást, ami azután következett, mikor ebbe belekortyoltunk a barátaimmal, úristen, de rossz, ezt hype-ot, tudod, amikor azt hiszed, hogy na majd most, most az életérzés, és te is megkóstolod, és nem finom, nem jó. És vettünk, mint a 3000-ért valahogy száraz pecsgőt, és nagyon verte. Tehát, hogy azért kezdve, hogy itt áll-e, mert hogy egyébként szóval kóstold meg, vagy kóstolj meg mindenki, szerintem nagyon túl hype-ot. Én nem vagyok pecsgős, nekem. Én se egyébként nem szeretem. Nekem ugyanilyen óriási csalódás volt annak idején a kaviár. Hogy így mindig néztem így a tévébe, hogy jöttek mindenféle filmek, és akkor fú, a nagyon menő emberek, és akkor a jakton, meg a motorcsónakot, meg hű, meg Monte Carlo, meg így, és akkor behozzák egy kis tálkám, nagyon kevés, mindenki látszik, hogy tök kaviár irigy, és nem akar adni a másiknak, és akkor kaviár irigy. És olyan fekete volt, és engem valamiért meggyőzött, és mondja, Janika, mire gondol? Fekete, olyan, mint a mák, biztos mák íze van, vagy nem tudom. Ja, erre ez a sós, valami szétárat a szádban. Kis valami rettenetesen drága volt, de azt mondom, hogy az első fizetésem környékén én bementem egy ilyen csemegébe, azt hiszem egyébként a felszabtéren, és akkor megvettem egy ilyen üveget, és akkor kinyitottam, belekóstoltam. Most el tudod képzelni, jó, mondjuk az el tudom képzelni, mi volt. El tudom képzelni, hogy ez mi volt azért. Tehát, hogy ha felszabom, mit vettél 200 forintért, tehát azért. Várjál, melyik volt valamilyen egy ilyen színezett, fekete tintával megszínezett ilyen kis sós-sós vízbuborékok lehettek azért. Tehát, jó, kaviár és kaviár között is nagyon nagy különbség, nem mindegy, hogy miért veszel. Most voltam egy orosz étteremben nem olyan régen, egy nagyon jó orosz étterembe, és ott megkóstoltunk igazi orosz ilyen halkaviár specialitásokat. Én utálom, csak végigettünk egy ilyen menüt. És azért nagy különbség van. Van nagy különbség van, hogy megveszel valahol, mit tudom én, 600 forint egy pici apró fekete, és amikor kihozzák ezeket a nagy szemű dolgokat, én sem szeretem, hogy ez sós lé, egy ez a rendszerváltás környéke volt, van tehát, hogy azért 89-90, na, azért mondom, azért hogy akkor, akkor még nem jutott el hozzánk a beluga, meg a nem tudom micsoda. Neked az kaviár volt ez a lényeg. Ikrák, érted? Miket ízékből, nem tudom, mikből fejnek ilyen 600 kilós halakból. Ezek egy kicsit fekete kis ilyen. Igen, az oroszok ölni tudnak, de szerintem az is túl hype-ol dolog. Tehát, hogy van egy csomó olyan kaja, ami egyszerűen nem éri azt meg, mint amennyibe kerül. Tehát ne mondd nekem, hogy 10 dek a beluga kaviár megér 60 ezer forintot, mert hogy egyébként szóval nagyon nagy hát ez a különlegessége, mert igen, hogy kevés van belőle, érted? Azért, tehát ezt meg kell fizetni, hogy ebből mit egy óriási tokból kiszedsz mondjuk egy ilyen félmaréknyi kaviárt, és azt kell megfizetni azért 60. Hát igen, de azért, én megmondom őszintén, hogy ilyen kellemes borzongással figyelem azt, amikor olyan képeket látok az interneten, amikor látom, hogy az oroszok mennyire tudnak élni, hogy mondjuk egy díszperzites vödörből merőkannállal egy zilnek a platóján csíkos matrosz pólóban valaki fogyaszt. Tehát nekem az nagyon bejött. Tehát, hogy azért és azt hitted, hogy így már tiéd, tehát az ill miatt a tiéd is volt a kaviár. Azt gondoltam, hogy egy kicsit nekem is jár. Egyébként szörnyű lehet a terhes nőknek, komolyan mondom, szörnyű lehet. Ja, ez a kívánás, hogy ez az eper, most akarok epre. Ez szörnyű. Tehát amikor ha így élsz le tényleg 9 hónapot, az borzalom lehet, hogy egyik nap savanyúkáposztát, aztán a másik nap epret, a harmadik nap nem tudom mit. Hát ez nem nekik borzalom, ez nekünk, akiknek be kell szerezni. Tehát én is elindultam annak idején novemberben. El kell menni. Menni kell. Tehát ott nincs mese. Lehet, hogy esetleg én is terhes vagy. Hát lehet, hogy beakadt, megkötött a gipsz. Nem lehet, hogy szeplőtlen fogantatással kihordom majd a kis mesét. Szerintem szeplős a fogantatás. Nem lehet, hogy esetleg valami történt. De lehet. És ki az anyja? Jézus, ja, ki az apja? Úr azt mondta, hogy bennem látja a gazdatestet. Nem akarok ráfűzni. Nem akarok ráfűzni. Bennem látja, hogy legyek én, hozzam el én az új messiást, és megszülöm. Nem lehet? Hogy ezért kívántam ennyire az epret, ez a terhességem első jele, nem sokára tej folyik a mellemből, megnő a hasam, ez nem lehet? Most mi van, a terhességről nem lehet beszélni, mert holnap címlapon lesz, hogy Balék a terhesség. Balék beszólt. Hogy terhesnőknek. De mi? Hát megnő a hasam, és tej lesz a mellembe. Nemrégiben láttak a kék hostilgó mellett egy jóképű áccsal. Igen. És elsírtam magam tegnap a Guldenburgok örökségén. Az jelent valami? Ez már az. Az a terhesség. Szerintem külön-külön mind a kettőt kezeltetni kell. Ment a Guldenburgok örökség, és pityeregtem rajta. Akkor már lehet, hogy tényleg van valami. Nem? Derek, most is kicsit hány ingerem van. Igen? Igen. Derek fájás? Akkor nézd engem.
Akkor mindjárt van az öröksz. Na mindegy, szóval te komolyan mondom, nem lehet egyszerű. De nem lehet egyszerű a terhes nőknek, na, ha ennyire kívánnak dolgokat. Meg a terhes nő egy picit hiszt is, tehát hogy ott azért tényleg mindent meg is teszel, mert ott még azért van egy kis romantika, meg vannak érzelmek, tehát hogy akkor... Na, a terhesség, ez egy jó időszak, igen. Ez egy jó időszak. Az egy jó időszak. Akkor még mész bele az ismeretembe. Akkor még hiszel, hogy jó lesz, ugye? Igen. Igen. Az de azt gondolod, hogy ez egy jó kaland. Na, igen. Aztán rájössz, hogy azért ez annál több. Jó, de. Az annál több, mikor jó, aranyos. 6. éjszakája lemalszol csak egy órát, akkor azért rájössz, hogy azért ez több mint kaland, igen. Meg hiszel benne, hogy akkorát maradnak a mellei. Én is úgy érzem, hogy nőttek a melleim. Na mindegy, igen? Jó. Nem mondjátok, hogy... Próbáld, mondjátok, hogy nem szóltam. Csinálj így magadnak, egy kicsit fogd baj, össze melleded. Csak harcolom a zsültejét. Ja, akarom. Várjál, nyomjuk meg egy picit a végét. Emeld fel a pulcsitlat, megnyomjuk a végét, és van egy kis föcstej. Előtejnek hívják már. Nagyon egészséges. Föcstej, te ipart még meg. Nagyon egészséges. Na... Megmutatjuk gyorsan, mi történt velünk tegnap? Ám, legyen. Uh-huh. Megmutatjuk. Egy ilyen kis összenetet találtunk. Jobban azt hittem az ultrahangot akarod. Állítom, még mind szívhangja. De hogy nincsen. Nem sokára álltok, az is már mérhető. Úgyhogy megyek. Balázs, van egy jó, még egy rossz hírünk. Még rosszal kezdő lenszer. A gyereket nem látjuk. Jó hír, megvan a matchbox. Merről kell. Megvan az infra lámpa. A nagy égős tojás alakú infra lámpa. Már felel lebomlott a kígyóborkán. Mi lenne, kiderülne? Valószínűleg titokban kellene tartanom, mert világszenzáció lenne, és én lennék az első terhes férfi. Titokban kéne tartanom. Nem merném elmondani. Csak aztán, tehát egyre jobban hisztis vagyok, és egyre nagyobb alsó, és mindig ki kéne találnom valamit, hogy miért. Azért az kemény lenne, basszus. Na mindegy, jó van. Oké, mutatjuk, mi történt velünk tegnap. Egy rövid kis adást ismétlünk, az adásrészletet. Egészen furcsa dolgok zajlottak tegnap a várban. Ezt egy internetes portál találta meg, és hát döbbenetes. Szóval, hogy mit zajlanak ebben az országban? Mi történik? Ugye, most csinálják a várat, felújítják, rendbehozzák. Hát átalakítják, mondjuk inkább. Aha, így, átalakítják, hogy a különböző... lesz olyan, ami eddig nem volt. Lesz olyan, igen, egy csomó minden. Akik megisszítják a fogukat, hogy haló. Igen, ugye felköltözik különböző miniszterelnök, felköltözik meg a miniszterelnökség, meg rengeteg más kormányzati szervis állítólag, és hát rendbe kell hozni a várat. És ugye az egyik internetes portál észrevette, hogy fölraktak ilyen építési hálókat, amire felfestettek dolgokat, és felraktak feliratokat, és fölrakták, hogy ez itt a Karmelita kolostor, amiben éppen villám csap. És hát ugye kérték a fordító irodát, hogy ugyanezt angolul. Írja oda. És ebből lett az, amit mindjárt megmutatunk, ha valaki esetleg nem hallotta volna. Elképesztő a történet. És az, amit Feri mondott tegnap, hogy ez legalább 10 emberen át kellett, hogy menjen. Igen. És ugye mi van? A klasszikus öncenzúra, nem szólok, nehogy baj legyen. Én befogom a szám, szerintem ez nem jó, így én nem szólok, ezt kérték, megcsináljuk. Szóval azért ebben ez is döbbenet, ebben a történetben, nem? De nézzük a jó oldalát, nem ültek rajta hetekig, hónapokig, hanem rögtön valaki lendületből megcsinálta. Kértek tőle valamit, megcsinálta. Legyen magyarul, és ugyanaz angolul. Same in English. Na megmutatjuk, döbbenet. Egyébként közben lehet jelentkezni már játékra, nem jövünk vissza az ismétlés után, úgyhogy ha elpopsiznátok bennünket, akkor jelentkezzetek. 2-1. Jó. Biztos, ezt most csak kérdeztem. Igen, nem, igen. Jó mondod. Nekik egyelőre ma nyernek, elment a hét. Hát akkor tegyük azt, hogy mi nyerünk, és akkor még holnap lehet küzdeni. Jó, most ne terheljétek annyira, Balázs, mi nagyon szívesen játszunk Ferivel, mert hogy... Na, ne beszéld le őket. Hát azért, ha nem szívesen végig viszek egy hetet. Jó, de most érzi, hogy fáj a hátad, a derek vizesedik a lábam, mert most lefekszem. Tedd föl a lábacskádat. Van egy jó krémen fogyási csíkokra, ha sértem. Köszönöm. Mutatjuk a tegnapi nap legjobb pillanataid, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Nem volt ebbe több gyereke. 9 perc van pontosan. Én az elején mondtam a zsűrnek. A főnök haragudni fog. 9 perc van pontosan. 7 óra Sopron táblától a határig áll a sor, akit ott kerüljön. Dani küldte nekünk Kenderesnél a 4-es főút szívás. Útfelújítás miatt fél órája állunk, és nem lehet látni a végét. Na jól van, köszönjük szépen. 2-1-re vezetünk. Ma behúzhatjuk, de ha egyenlítenek, 3-1-2-2, 3-1-2-1-re vezetnek ők. Köszönöm. Így van. Itt közben kézzel próbáltál. Figyelj, picit talán túl nyilvánvalóan, de próbáltam csalni azért, de ez elég átlátszó. Ez a fordítsuk meg, hogy állunk, 2-1-re vezetnek. Hát mondjuk azt, hogy mi vezetünk, hát a bejön. Persze. Abból baj nem lehet. Na, szóval 2-1-re vezettek, úgyhogy ma kell egy bátor játékos, drága hallgatók nektek, mert akkor lehet, hogy be is húzzátok a hetet, úgyhogy már is megnézzük, kivel játszunk. A
verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, nagyon bátor vagyok, sziasztok! Hello, szia. Hát az nekünk nagyon kell, hogy hívnak. Ezzel a hanggal? Nagyon bátor vagyok. Hogy hívnak, hello? Sziasztok, Peti vagyok. Honnan hívtál minket? 18. kerület. Ó, hát akkor nem is kell kérdeznem, kivel szeretné játszani, ugye? Ferivel. Nem, Ferivel szeretném. Nagyon helyes, így is van? Igen. Hát Holló nem válja ki a szemét, a Holló. Hát, holló, hát holló, most holló, holló, lemesünk egymásnak, egy falka, egy vér. Indítsuk az órát, Jani. 3, 2, 1, fire! Peti, szereted a kerületed? Szeretem, Ferenc, de ezen reggelen teleszel ellenfelem, rendben? Ezen reggelen? Ezen reggelen, de rettegned kell, mert kegyetlen leszek, és megverlek. Leírtad ezt? Ajaj, na jó, menjünk még tovább. Lehet, hogy ezt inkább hagynom kellene, megpróbáltam belevinni egy csavar, de úgy látom, belesültem. Ez volt a csavar? Vagy lenne kérdésed is? Ez lett volna a csavar, lett volna kérdésem is. Mi az? Tedd fel! Mikor ittál utoljára egy jó pálinkát, egy jó csülök mellé? Régen. Karácsony előtt. Te is fogyózol? Sosem kellett fogyóznom. Egy seprűnyél mögött biztonsággal el tudok bújni. Az a helyzet. Pálca vagy? Olyasmi. Kerületi olyasmi. Jellegzetesség. Jani is vékony. Hát, pedig amennyi cukrezzába jár, elhívhatott volna te már. Te is szereted. Krémesek. Itt a vége! Peti! Igen! Igen! Bocsánat, az elején annyira szerettem volna végigcsinálni ezt Ferencében, de hát... Túl nagy bajba keverted magad, de a nöbetinél megálltál, úgyhogy... Igen, igen, ott megálltál. Jó van, megadjuk az árécsomagot, jó? Nagyon köszönöm. Rendesek vagyunk, csak azért így van. Meg jó volt, hogy nem tudtad végig ezt az eszperente nyelvet, mert igen, nem lett volna, hogy megállítsa itt az órát, meg beadja a szignált, mert megöltött volna. Lehet, hogy kicsit nagyobb volt az arcom, de hát mindegy. Küldjük a csomagot. Ez is kerületi jellegzetesség. Köszi! Köszi! Sziasz, Peti! Hello, hello! Na, egy tapsot a hallgatóknak, 3-1-re megnyerték a hetet. Ez szép. Megérdemli. Járt már. Így van. Ki a jó? Lőrinc! 6 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak. Avancsi. Azaz, azaz. De vannak dolgok, amik nem változnak. Ráemlékeztünk, de többet nem emlékezzünk már. Avancsi, kiéget a retinám. Itt vagyunk, itt vagyunk. Balatonvilágosnál nem működik a fénysorompó 4 napja. Hát valaki csináljon valamit Balatonvilágosnál, de tényleg nem működik a fénysorompó 4 napja. Lehet, hogy nem lehet, hogy vonat se jön. De leállították a vonatforgalmat, akkor minek? Vagy nem valószínű? Igen. Azt mondja, hogy kiraktad az új szelektív kukáidat, Bali? Diósdon ma viszik el. Tényleg kiraktad? Nem tudtam, hogy ma viszik, azt hittem hétfőn viszik. Aha. Hétfőn egy csomószor kiraktam, és megadtál aztán... neki kapukulcsot, nem érted? Ha oda is hozták, vigyék is el. Hétfőn kiraktam, és nem értettem, miért találtam ugyanúgy mozdulatlanul. Teli szelektíven gyűjtett hulladékra. Hát mondom, ez a hulladékszállítósan régi, ha már nem viszi el a kukákat. Ma nem raktam ki, úgyhogy hát akkor most nem viszik el. Nem viszik el. Majd megtapossátok. Nem baj, de azért nem baj, mert úgyis van még 2-3 festékes bödönöm, amit még be akarok rakni. A... Meg hát úgy, hogy a szelektíven gyűjtöttek tök mindent. Környezetudatos percek a Morning Show-ban. Gyerekek, mi van 4 díszperzites bödöm? Tele 9 voltos lapos elemmel, ezt még el kell rejtenem a legaljára. Úgyhogy még ne vigyék el, basszus, még nagyon sok mindenem van. Még egy csomó feladatom van, amit bele kell rakni. Meg a bájtát is rácsoztam most azt a 4 TD gumit, érted? De most elégeti az udvar. Ja, tudod, tényleg, milyen nehéz az felaprítani és berakni? Igen. De a gumikat mindig földarabolva a zöld hulladékba teszem az aljára, igen. És rászorok egy kis gajat. Amiatt a szomszéd visszadobálja. Rászorok egy kis gajat. De köszönöm, hogy szóltatok, nem tudtam, hogy ma viszik. Át kell még állnom fejben erre, hogy hétfő zöld, péntek sima, akkor csütörtök ezek szerint szelektív, tehát itt lassan itt minden nap, minden órában egy kukásautó lesz az ember utcájában. Hát ez döbbenet, nem? Meg kell tanulnod, konkrétan be kell táblázod magad, hogy mit, mikor visznek el. Én ezt nem tudom
követni. Mikor tekerem vissza a gázórát, mi a gázos. Érted? Ja, hogy mikor megyem le a mágnest a villanyóráról, mert jön a villanyos. Hát tudjátok, mennyi mindent kell fejbe tartanom? Hogy nyom hát vissza úgy a plombát, hogy ez ne tűnjön fel, hogy már feltörtett hatszor. Tudod, mi meló ez, érted? Hát nem egy egyszerű dolog. Tényleg összeszedhetnék magukat, nem, hogy egy napon jön mindenki. És akkor azt tudod, hogy a hétfőd az tönkre van téve. De az kukás, az plombás, az jó, de nem lehet. Hát tényleg az ember fél nem káptalan, érted? Ráadásul neki is azért van egy civil élete, vagy egy csomó gondja, érted? Hetente találni mindenki valakit 2000 forintért, aki megblonkolja a vezetéket. Tudod, milyen meló ez? Hát tudod, mennyi gondom van? Érted? Hát nehogy már őt rázza meg az áram. Balázsok elég fél évente egyszer elvinni, akkor sincs mindig tele. Így hallgatok, igen, köszönöm szépen. Jaj, Istenem. Na, találtak valamit tegnap egyébként a búvárok a halastóban? Hát most nem tudom, mert valamit kerestek megint, de már nem tudom, miért jöttek. Úgyhogy mindig, hát, mindig, mindig már kerestek. Az anyja nevére az egészet, úgyhogy. Igen, igen. Na, gyorsan még egy-két közlekedési írt nézzünk, hogy mi helyzet az utakon. Azt mondja, hogy Sopron 5 kilométeres sor a határon, fázis késésben az osztrákok, amikor ezrébe jöttek a migránsok, senki nem állt kint, most, hogy nem jönnek, mindenkit ellenőriznek. Voszem küldte nekünk. Kenderesnél ismét kilométeres sor várja, ahogy áthaladjon az útépítésen, ezt Ervinke küldte nekünk. Voszem, így van. Gyészi is. És ahogy mondtam, Balaton világosnál nem működik a fénysorok. Na de az az oka, amit én mondtam, ugyanis vágányzár van egy hete gyerekek, tehát hogy nem jár a vonat. Igen. 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 Mi kötözködni akarsz? Mi van felverte, vele? Felverte a gazdasinek. Így van. Jó van. Viszont kint gyönyörű szép idő van, és azért ne felejtsük el, hogy két hét múlva ilyenkor már mi tomboló Békés Csaba egy tömegek előtt fogunk. Hát. Egyébként. Így van! Ez az! A Morning Show történetének első Békés Csabai kitelepülésén leszünk, ugye rengetegen lesznek kint, lesz egy csomó 20 éves lakli, rövidlátó gyerek is, akik melős csontot fognak majd szolgálni. Annak idén a Feri megígért az édesanyjuknak, hogy a Csaba Gyöngye Rádióban szerez nekik egy gyakornoki munkát. Csaba Gyöngye Rádió nincs, Csaba nincsen? Rádió van. Direkt nem mondtam olyat, ami van. Ja. Hogy nem megsértődj. Nem, ő körülnek. Aha, na, lesznek. De hát remélem nem jönnek el, de lehetnek akár. Tehát, hogy hallgatok, lesznek, ők lesznek. Igen, aha, igen. És még egyszer felszöltöm a Békés Csabai közönséget, hogy bármilyen kényeztetés jól jön nekünk, és mutassuk meg, hogy hogyan várjuk a fővárosi vigéceket. Az nekem jó sűrű lesz, igen, elmegyünk Békés Csabára, az csütörtök, ugye? És onnan megyek egy debreceni előadásra délután egyre egy amerikai céghez, és onnan megyek át Kazincvarcikára. Tehát picit táskás leszek estére. Gratulálok, Sebestyén Balázs, ön jól választott. Remekül választott. Legalább útban van, tehát nem úgy van. Egyre, pont oda is ért. Fél 11-ig vagyok Békés Csabán, fél 11-kor kocsi. Nagyon jó. Debrecen előadás, kocsi, Kazincbarcika. Hát legalább útban van. Küldök egy SMS-t a desszertnél láncsra. Így is van. Az nekem most sajnos úgy néz ki, hogy csak pénteken egyébként megjátszhatjuk, de csütörtöki hát dolog az elmaradt. Hát a tavalyi volt a legszebb ilyen a turnénk. Emlékszel, amikor azt hiszem Pécsről Szegedre kellett volna menni, de hát Sebestyén Balázs és Rákóczi Ferenc óvatosba bevállalt mi mást, mint egy Balatonfüredézét, vagy hol voltunk, Siófokra mentünk át a Média Hungáriára, ahol te műsorvezető voltál, én meg egy ilyen kis kerekasztal beszélgetésen vettem részt, ahol senki nem volt más, csak én. Média Hungária. Média Hungária. És a háttérben dobott szikora, Robi. Elképesztő volt. Igen, azt mi bevállaltuk, átmentünk akkor, ugye, ahogy te is mondod, Siófokra, és Siófokról én valahogy lekeveredtem, ott nem tudom, hova azt keveredtem, Bajára. Siófok, vagy Baja, vagy valami Igen, valami nagyot vállaltunk, igen. Okos döntés volt. Hát ez most megint legalább akkora részedről. Figyelj, szolgálni kell. Szeretnek, tudom, szétszednek, akarnak, hát akkor menni kell, világos. Ennyi. Na, azt mondja, hogy jól szólunk egyébként, ő Békés Csabán? Jól! Nem vagyok Békés Csabán, most ezt miért tőlem kérdezni? Én itt ülök veled szemben. Most jól szólunk Békés Csabán? Honnan hát kéne tudnom ezt meg? Békés Csabán, akkor kell jól szólunk. Ja? Majd akkor meghallgatjuk, hogy szólunk-e Békés Csabán. Még jól szólunk Békés Csabán szerintem. Én nem tudom, hogy miért kerültük el ennyi ideig Békés Csabán. Tehát, hogy miért volt Békés Csaba ilyen hányatott sorsú előttünk, hogy egyszerűen nem mentünk oda, itt volt az ideje végre elmenni Békés Csabára. Hogy még Békés Csaba szűzek vagyunk? Még Békés Csaba szűz vagyok én is. Hát te már azért sokszor voltál ott. Így van. Így van. Igen. János, te is voltál már? Vissza. Voltam már. Igen, voltam. Nagyon régen voltam már Békés Csabán. Most sokkal szebb. Szebb lett? Szebb. Még szebb, mint volt. Reméljük, ebben bízunk. És aztán megyünk Kazincbarcikára. Hallottatok erről a 60 millió forintot ellopó pasiról, aki bement és főrakta egy sportfogadásra? Az hogy ezen... de hogy nagyon jó. Csak próbáljuk levezetni, hogy mi jár az ember eszében, mert én nem tudom ennek a lélektanát megfejteni. Több szempontból se tudom megfejteni. Tehát, hogy arról van szó, hogy
Egy 49 éves pénzszállítóként dolgozó férfi egy budapest székelyi pénzszállító cégnél értékszállítói munkakörben dolgozott, rövid a történet, és 2015. október 19-én 61 millió forintot vett át, amellyel nem számolt el. Önmagában már ez is érdekes, hogy hogy zajlik a dolog, ugyanis azt mondta, hogy a két cég között nem volt mit szállítani, ugyanis nem küldtek pénzt. Tehát ez a öcsi jött pénz, akkor menj haza, blokkoljál, aztán menj haza. Mm-hmm. Már ez is egy fura dolog, de közben jött pénz, ráadásul 61 millió forint. Tehát ennek nincs egy komolyabb adminisztrációja. Ő azt mondta föl, hogy a két pénzintézet aznap nem kért pénzszállítást. És semmilyen más nyoma nem volt ennek, mint hogy ő ezt beírta, aláírta. Eltette a pénzt a táskájába, és bement egy budapesti lottózóba, ahol egyébként a 60 millió forint nagy részét feltette sportfogadásra. Az hogy néz ki, hogy ott állsz 60 millió forinttal, ezt előveszed egy ilyen volánbuszos szatyorban, nejlonzacskóban, lepakolod a pultra, és azt mondta, hogy akkor Barca Bayern München. Igen, ráadásul ő egy meccsre tette az egészet. De az billegős egy picit a sztori, mert hogy nem tudom. Tehát, hogy nem lehet tenni 30 milliót. Mert hogy 30-32-be tette föl. De több lottozóba is ment be. Tehát több lottozóba bement. Azt írja, hogy két budapesti lottozóban és két sportfogadása, hogy most a lottozóban csinálta más, hogy ott sportfogadott, nem tudom. Lehet, de mindegy, ami is érdekes. De több helyre ment be. Persze, akkor biztos, hogy több helyre ment be. Na de várjál, hát ha én el akarok lopni 60 millió forintot, azért akarom, hogy utána abból boldog legyek. Nem, ő nem lopta el. Szerintem pont ez az egésznek a lényeg. Akkor mit csinált? Ő csak kölcsönvetett, csak nála maradt, és azt gondolta, nála maradt, értek, hogy másnap majd, vagy hogyha ez esetleg kiderül, ő szépen visszaadja a 61 milliót, és megtartja nyilván azt a 61-et, amit ő megcsinált. Ő egy picit hazárdírozott, ő azt gondolta, hogy ebből a pénzből ő majd csinál kétszer ennyit, vagy háromszor ennyit, aztán ha majd számon kérik rajta, akkor nálam maradt. És akkor visszaadja a 61-et, és onnantól kezdve adott esetben még vállalja is a következményeket, de így, hogy mondjuk a kárt úgymond megtérítette, vagy megtérítette volna, nem lett volna akkor a bünti. Viszont ott lett volna a tiszta nyereség, amit nem kérhetett volna elérte tőle senki gyakorlat. Nem tudom, mennyivel kevesebb a bünti, ha én elviszem, de két nap múlva visszaadom, olyan sokkal egyébként nem. Hát valamivel. Valamennyit beleszámít. De lehet, hogy ő arra gondolt, hogy ez nem is lesz bünti, mert másnap egyébként ő elszámol a pénzzel. Tehát itt az történik, hogy bemész a bankba, mint pénzszállító, és megkérdezi, jó napot kívánok, akkor vinnénk a pénzt, van-e? Azt mondja a bankos, igen, van 61 millió forint, fölírják egy sajt cetlire nyilván, berakod a pénzszállítóba, leadod, ahova vinned kell a pénzt, tehát a banknak a központjába gondolom én, leadod a papírt, hogy 61. És a csávó nem adott le semmit, azt mondta, hogy ma nem volt pénz. De, igen. És holnap, amikor ment volna, és visszakapja a 61-et, meg a nyereményt, akkor a 61-et is beteszi holnap amellé, a 30 mellé, amit küldenek, és azt mondta, hogy ma 91 volt, nem 30, érted? Ja, értem, tehát ő csak egy kicsit megmozgatta, egy átnapalat át akarta mozgatni, csak kikapotta, nem tudom, nyert az Atletico, kikapott a Bayern, és 2-1-et játszott a Wolfsburg, vagy nem tudom. Ronaldo nem játszott, és döntetlen lett a vége. Igen, egy nagyon durva 0-0-át tudott a Real ugye kiharcolni, és ezáltal elúszott 61 millió forint. Neki volt egy tuti tipje, csak nem az volt. Én ha lopnék, akkor azért lopnék, hogy hosszú távon boldog legyek, és megpróbáljak valahogy jól élni, és biztosítsak magamnak dolgokat. De hát ha már lopsz, akkor azt utána nem mered feltenni, hiszen abban benne van, hogy elbukod, vagyis semmi nem lesz egy 61 millió forintomból egy nap alatt, ráadásul bemész mondjuk 8 évre börtönbe, mert azért ez különösen nagy össze. Hát nem? Az érted van, ha nyert volna, akkor a 100-valahány millió forintot kap, azt hiszem 108 körül kapott volna. Tehát ő neki az volt az üzleti terve, hogy a 61-ből csinál 110-et, így van. Ott lesz neki mennyi milliója, azt mondja, 30-40-49 milliója, a 61-et visszaadja, és 49 millió tisztán és az övé, érted? És nincs gond. És nem kellett lopjon, kvázi. Azt mondja, hogy volt tegnap pénzszállítás, mégis csak volt 61 millió forintot, kellett volna az OTP-ből az Erste-be átvinni, nem volt. Visszaadja a 61-et, elrakja a 30-at. Becsúszott az ülés mögé. Észre se vettem, srácok, ne arra ugye, hogy tessék, itt van. De itt van, megvan hiánytalanul. Sőt, találtam még 4 milliót. Annak nyoma van, hogy ő ezt eljátszott. Tehát azt nem tudja mondani, hogy egyébként elásta valahol egy bükkfalat a Börzsönyben, és utána majd egy 3 év múlva kiszabadul. Tehát kell, hogy nyoma legyen, hogy föladta kétszer 30 milliót. Nem? Hát ezt a személyivel adott föl? Vagy hogy adott föl? Én soha nem sportfogadtam így irodában. Ha például mondjuk interneten keresztül csinálod ezt a dolgot, akkor ott semmi nyoma nincsen. Tehát mi nyoma lenne? Hát van egy nicknémed, az kész, belépünk, a kutya nem kéri alatt a számon, van egy számla szám, amiről ők átutalják a pénzt. És azt annyit morgot írja, hogy hallgatom, Bazsi, rosszak voltak a teniszcipjeid. Igen, ő most nagyon utál engem. Igen, Verdasco nem húzta be a második szettet, a rohadt életbe. Mi a jó
Tudja a pénzszállító azt, hogy ő most mennyi pénzt visz? Te tudja, hogy ő most persze. ott ül úgy elől, hogy közben egyébként, vagy csak három zsákot kap, hogy A-ból B-be vidd el, és azért, hogy ne es kísértésben, nem tudod, hogy mennyit viszel valójában, vagy hogy tudod, hogy te most 200 milliót viszel aznap, és arra rá tudsz készülni, hogy kirabolt, vagy csak 20 milliót, vagy zsákokat viszel láthatatlanul. Hogy van ez? Szerintem. Hiszen ha én tudom, hogy mennyit viszek, akkor valószínű, hogy arra esetleg rá is tudok készülni, hogy ma különösen nagy összeget viszek A-ból B-be. Aha, és ha mondjuk aznap csak 1 millió forint van, akkor a többit kitömik papír zsebkendővel, vagy koszoszoknival. Most tegyünk bele egy. Aha, ma csak egy zsák van, az is könnyű, úgyhogy elég lesz a baseball ütő, nem kell a shotgun. De ő akkor tudja, hogy ma 60 millió? De, szerintem igen. Igen? Igen. Már csak elszámolás véget is meg, hogy mennyiért fogadjon. De biztonsági okokból nem az van, hogy tényleg neki nem szabad tudnia? Tehát, hogy neki ugyanúgy kell koncentrálnia, ugyanúgy kell tehát, hogy ne az legyen, hogy mondjuk lelkileg másképp éli meg a dolgot, mert jó Istenem, annyi pénz van nem a platon. Hiszem, hogy, tehát nem gondolnám, hogy én is azt gondolom, nem vagyok benne biztos, hogy tudják, hogy ők most 500 milliót visznek, vagy 30 milliót. Hát az már egy biztonsági rés, hogy tudom, hogy én ma 500 millióval indulok, hát gyere nekem hátulról az Alfáddal, nyisd ki az ajtót, és rabolj ki, én meg nagyon sikítozok. Igen, Józsi nem tudná ma bejönni, mert most... Jó, azért azt nem gondolom, hogy így zajlik. Szerintem ketten kevesen lesz. Láttam az összeget, nagyon kell kakil, ezt nem merem elvinni. Ez nekem túl sok, ez nekem túl sok. 30 milliót nem éri meg annyira kutyát. Ellopni, mint százat? Tehát, Nagyobb a kísértés. Igen. Nagyobb a kísértés, és itt most nem a pénzszállítókra értem, hanem adott esetben, mondjuk figyelj, ott tud egy, van neki egy információja. Van neki egy információja. Persze, van egy információ, én arra rákészülök. Arra rá lehet, más is rákészülhet adott esetben, vagy kiúszhatja belőled. Hát de ha már ott vagyok, te vagy a pénzszállító, tételezzük fel. Igen. De ne engedjük. Igen, ugye legyen Jani a pénzszállító, mert eddig értem. Igen? Én oda megyek hozzád. Jani! Puskát szorítok a falon. Mondjuk, ha így összekiről. Jani! Pénzt vagy életed? Menj már felé. Ugye vagy Feri, te vagy azt mondtad, nem én vagyok. Nem, nincs rádió, érte, nekem is meg kell élni valami, nem bockodjál már. Nem vagy Feri, te vagy. Téged, nem én vagyok, Jani, pénzt vagy életed. Jó, hanem húzzál vissza Velencére. Érted? Jó, Feri, majd hívlak, szevasz. De várjál, ha te azt mondod, hogy Feri, nem a gyere, igen? Mert most csak 20 millió van bent. Holnap lesz 400 millió, gyere ez holnap. Az. Hát ez de nem fogok elmenni, azt a, mert ott vagyok most pont. Tudja, hogy nem tudja. De hát ugyanúgy a veszélyt kevés, nem fogja mérsékelni. Akkor azt mondja, hogy Feri, ugye soha nem tudtál szemben, mindig vakított, hogy te vagy az agy. De hát mindenkit ugye, te azért érted a kettő közt a különbséget. De te nem 360 millió különbség, jó? De nem mutatom, fogok hogy holnap, de ember, nem fogok minusz... holnap visszajönni azért, mert holnap 360. Örülök, hogy hát ezt megúszom. Hát akkor elviszed, persze. Hát akkor a 20-as lefej belőlek, érted? Jani! Hát de ne ülj. Vagy Feri, 8 évig együtt vezetünk. Van egy hallgatónk, aki ismeri azt, aki rabolt. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello. Jó reggelt, hello! Neveket nem mondja. Neked a tanítványod volt az, aki most elvitte ezt a 61 millió forintot? Hát, hogyha most a tavalyi sikasztásról van szó, akkor igen. Igen, hát ez 2015-ben történt, csak ugye, igen, ezt valószínűleg most kapták föl, most lett jogerős, most tudtak vádat emelni, igen, tehát ez most történik. De hogy volt tanítványod sportfogadásban? Na, várj, akkor kezdjük az elején, te is pénzszállító vagy. Már csak voltam. Voltál. És őt berendelték melléd, hogy te tanítsd ki a szakma csinja a binyára? Igen, igen. Ez csinyára, binyára. Miket kérdezett, vagy milyen tanítvány volt? Hát igazából akkor még nem volt fura, de én nagyon szétszólt, meg az volt az érdekes benne, hogy már mindent a legelején rögtön tudni akart, hogy mit, hogy jelölünk. Hát mi járatlapnak hívtuk azt a papírt, amin jegyzeteltük, meg felírtuk a szállítmányokat, és igazából csak így utólag volt fura, hogy azért így a legelején nem szokták a tanítványok rögtön megkérdezni, hogy akkor most pontosan hogy is van, meg hogy kell csinálni. De mire gondolsz, tehát biztos, hogy veszik át, hogy milyen ellenőrzés van, hogy mennyi pénz van a zsákban, tehát azonnal mindent ő tudni akar? Tehát... Hát azt például soha nem tudtuk, hogy mennyi pénz van nálunk. Azt ti nem tudjátok. Uh-huh. Tehát mi mindig zárt szállítványokat vettünk át, lehetett benne egy csomag zsepi, vagy lehetett benne... Mondjuk, aki veletek küld egy csomag zsepit, az nagyon, azért az biztos sem egy. És négy gyerekek, van benne négy disznó sajt. Na, azt ő kell. És mit akar tudni, igen. Vagy miért volt gyanús már akkor? Akkor ugye nem volt gyanús, mert ugye, nem gondoltam, jó tanítvány, minden tudni akar.
Igazából csak annyit, hogyha esetleg mégse volt szállítás, mert ilyen előfordult, akkor azt hogy jelöljük, mikor derül ki, hogy, hogy feldolgozták-e a pénzt, az ilyen 2-3 napos átfutási idővel volt. Tehát elvileg azt tényleg megcsinálható, hogy innen felveszem, de ott azt jelentem, hogy nem volt szállítás, és A-ból B-be a pénz nem ér oda? Igen. Tényleg? Hát azt hiszem, azért ez egy komolyabb rendszer, hogy azért a két nem tudom, intézmény azért szól egymásnak, hogy figyelj, elindult, vagy úton van, vagy hát ezt ma kapjátok meg, erre készüljetek. Tehát ez döbbenet, hogy ezt meg lehet csinálni. Hát van olyan, amikor mondjuk egy inkább pénzintézeteknél szokott előfordulni, hogy szólnak előre, hogy mégse lesz szállítás. Uh-huh. Tehát ez működik, ez a dolog. Tehát nem minden esetben működik ez a dolog, mert valamikor ez elfelejtődik, ugye ez egy bizalmi állás, igazából a pénzintézet meg a munkáltató is igazából elhiszi, hogyha én azt mondom, hogy nincsen. Hogy nincsen szállítás. Egyébként ezekben a zsákokban ilyenkor festékpatron van, vagy ez nagyon amerikai, hogy valaki elrabolja, feltépi, és aztán festékes lesz minden, és használhatatlan a pénz, ilyen nincs. És az arcon ezt nem mondhatom el. Meg kéne, hogy jöjjél. Aha. De hát már nem vagy pénzügyő. Vagy nem vagy már pénzszállító. Én most kimegyek, elmondhatod a többiek. De már nem vagy pénzszállító, költ téged egy olyan titoktartás, hogy míg utána bizonyos ideig erről nem beszélhetsz? De. Jó, akkor csak azt mondd, hogy van vagy nincs. Jó, nem akarok más tudni. Jó, hagyjuk a részleteket, van benne vagy nincs? Piros vagy zöld. Jó, akkor azt mondd, milyen színű? Lemoshatatlan piros. És hogy van az, hogy ti egy összeget egyébként egyedül visztek? Tehát azt gondolná az ember, hogy mondjuk 60 millió forintnál már legalább ketten vigyáztok erre az összegre, akkor ezt egyedül vitte? Igen, biztos láttatok már ti is pénzszállítót, hogy egy ilyen nagy fémtáskával mászkál a kezében. Biztosan láttatok már. Azt, hogyha mondjuk mi elengedjük, akkor az azonnal megsemmisíti a pénzt. Úgyhogy... Ilyen modern, megijesztenek, kiesik a kezedből, akkor fölrobban a szatyor? Vagy van egy bilincs a kezeden, tehát nem tud csak úgy kiesni? Nem, nincs bilincs egyáltalán. Nem, hogyha elengedem, akkor onnantól kezdve, akkor vége a lóvé. Várj, nem értem, tehát te fogsz egy fémbőröndöt, bemész mondjuk, nem tudom, valamelyik bankba, viszed be a pénzt, és ha te azt ilyen térd magasságban kiejted a kezedből, és az leér a földre, akkor az a táska fölrobban? Vagy a pénzben nem megsemmisül? Van még egy biztonsági intézkedés, amit szintén ugye nem mondhatok el. Megbotlasz, vagy beszorulsz a körfolygó ajtóba, tudod? Olyan vagy valami történik, egy csatornafedőben megbotlasz, fölrobban 100 millió forint. Ne csinál! És olyan baleset volt már, hogy mondjuk a pénzszállítás közben elmentetek inni egy kávét, és elveted a kávét az egyik kezeddel, az aprót pedig a másikkal, és rögtön meg sem is ül 80 millió forint. Pont ez a srác robbantott velem egy táskát így. Ő fölrobbantott egy táskát. Akkor szerintem azt is elcsorta. De hogyha fölrobbantott, tehát megbotlott, vagy mi történt? Nem, hát ennek is megvan a módja, hogy kell fogni egy ilyen értékszállító táskát, és egyszerűen nem jól csináltam. És ilyenkor kinek a felelősséget? Te mondjuk teljesen véletlen megbotlasz egy rákban. Tehát arra sétál egy rák. Tökéletes. Megbotlasz egy rákban például. Ja. Egy tolatórákban. Fölrobban mondjuk a kezedbe 50 millió forint, de te nem akartad elvinni, ott voltál már a bank bejárata előtt, de emberek vagyunk, megbotlasz. Az a pénz fölrobban, akkor azt kiállja? Hát ilyenkor ugye biztosítva van a pénz, de tehát az értékszállítónak, hogyha az ő hibájába történik az egész, akkor valamennyit, nem a pénzből varnak rá, hanem ugye a táskának. Jó, de mondjuk, tehát, hogy bizonyítani tudod, hogy ez egyébként így történt, hogy érted, rátérdelsz ráknak a páncélját, és rak hátra az olajt, az rohaték! Csinálj fotót a rákról, hogy megbotlottál egy rákban. Igen, mert azért a fizutból levonják mondjuk 3000-esével, azért az érdekes, az egy nagyon hosszú, igen. Ez egy nagyon hosszú törlesztés. Mennyire stressz? Majdnem 400 000 forint maga a táska. Ez a robban, erről még nem hallottam, a festékpatról igen, de hogy ez megmozdul az ember, vagy lejted, és ez megsemmisül, ezt nem hallottam. Is csak kettő van belőle. Igen. Mennyire stresszes meló ez nektek egyébként? Én nem tudom, én mindig úgy dolgoztam, mint hogyha egy zsák krumplit vittem volna, tehát nekem soha nem volt az, hogy nálam pénz van. Uh-huh. Soha nem kísértés jelleggel sem, gondolatilag nem, sem? Játszik el az ember a gondolata, hogy 100 millió, atyaisten, ha most ugye, ugye az ember függő, de nálam soha nem volt. Aha. Én még biztos azt csinálom. Sokszor van olyan, bocs, hogy
mondjuk egy bármilyen pénzintézetben mondjuk elfelejtik lezárni ezt a zsákot, és nyitva adják át. Ez is nagyon sokszor előfordul. Hű de profik, nyitva kapod meg. Igen. Ilyen is volt már sokszor. És ott kikandikál egy egyem, csak kiveszed, nem? Azt írja valaki, egy gyújtóval menni, és a pénz összeég ilyen zselészerű anyaggá. De akkor a biztosító hogy biztosít, hogy végig kell menni egy akadálypályán, hogy a csetlőbotló biztonsági őr vagy-e, vagy ügyes? Tehát, hogy milyen a koordinációd, érted? Fölveszel egy ilyen nagyon izguló csetlőbotló pénzszállítót, aki az első nap elvágódik neked egy fekvő rendőr, vagy gyalog, és megsemmisül 100 millió forint, azért az érdekes. És most mivel foglalkozol egyébként? Mérnök asszisztens vagyok. Nyugisabb? Aha. Nyugisabb, nem? Persze, hogy nem. Nyugisabb. Hát nem 16, meg 17 órában dolgozok, hanem 8-ban. Szerintem, hanem 20-ban végre. Hát volt olyan, amikor 20 órában voltunk benne kemény. Egy műszakára. Kemény, azért ez kemény, kemény meló, stresszes, meg hát baromi nagy a felelősség. Igen. Köszönjük, hogy elmondtad nekünk ezeket, hát nem ismertük ilyen részletekig sem az ügyet, sem a pénzszállítás rejtelmeit. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Szia, szép napot. Én elrabolnám, elásnám, leülném és használnám. Pont. Tehát akkor már inkább ezt mondja, hogy bemegyek és fölrakom a pirosra. De nem? Szerintem ő ezt csinálta, amit te mondasz, csak ezt mondja. Gyerekek, föltettem a pénzt és elbuktam. Érted? És elásta a börzsönyben? És elásta a börzsönyben, ő most leüli a 10 évet, vagy nem tudom mennyit kap, ezért kijön. Mindenki azt gondolja, hogy a szerencsejáték ZRT-nél van a pénze, mert elbukta, elmegy a börzsönybe, kiássa a bőröndöt, és megvan a 60 millió forint. Én szerintem képzeld, szerintem nem ennyire tudatos. Hát az a srácok, hogy a PlayStation hát belőle meg a szegény. Ő egy pici zavartabb volt, igen. Igen. Mondjuk, van az a pénz, amiért egyébként elrejted a börzsönyben a falá, és leülöd? Hát. Mennyit van? Van az a pénz? Nincs most. Mondjuk, hogy 8 évről beszélünk börtönben. 8 évet kell ülni, és 8 mennyi évet pénz? Kell. Jó, ülj 6-ot mondjuk, a 8 az túl sok. Elviszem mondjuk 100 milliót, az kb. 5-6 évet. Jó, nem tudom pontosan. Mondjuk eleve nem életszerű, és eleve, ahogy te ásol, úgy hetekig tartod. Egy mi bajod az ásási technikámmal? Nem ásom olyan. És meg nyilván oda is kocsival menni, és biztos, hogy kiszúrnának az erdészek, hogy mész fölfelé a hegyen a technikára. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Természetesen nézd meg. Nagy reflektorral. Miért van rajta a síkesztyű? Miért van rajta maszk, és mi az a lapát a kezében? És mi az a zsák a hátán, és egy fejlámpa a fején? És miért van a lakalás? Na, de csak egy kíváncsiságból tessék, van az a pénz? Nincs. Mert szerintem mindenkinek van, nem? Vagy van olyan, akinek nincs? Tudod, szerintem mivel nyugtatnád magad, azt mondanád, hogy az a banké, meg az biztos biztosítva van. De most én nem mondom, persze, morális kérdés van. Nem, nem az adó fizetőktől lopom el, mint mások. Ez nekem nem érdekel. Nekem az jut eszembe, hogy mondjuk a gyerekedet nem látod felnőni. Tehát ha most én beülök 6 évre. De utána sokat lesztek Disneylandben. Így van. Az mondjuk igaz, és még csak 15 lesz meg a panna. Nagyobb a meglepetés. Igen. Apa, te hagy apa, az. Apa. De érted, és nekem nem idegeskedsz a kettesek miatt. Igen. Mondjuk ez igaz. Igen, és majd kérdezi a panna, hogy te ki vagy, mert az én apukám bent fürdik a fürdőszobában. Kérdezem, micsoda. Béka, ki ez a csávó? Igen. Egy nagy darab csávót zuhajzik. Kis ízé rózsás zuhany fejedbe. Picit nehezen szoktuk, mert mióta 4 éve hazajött Nigériából. És ott ül a Napaliban, oku, uka maga, uka maga. Na jó, állj meg. Álljatok meg, Léci. Most kell megállni. Anya is innen még van visszaút. Anya is sokkal többek mosolyog. Ja, igen. Na jó van. 7:08 múlt pontosan 5 perccel. Írjátok meg, jó? Csak hogy körülbelül mi az az összeg tényleg? Mondjuk nézzünk egy 6 évet. Bemész, nem mész be, vállalod, nem vállalod, hova rejted, mit csinálsz? Ez a felteszem a pirosra, ez a teljes rejtély. Vagy a Barszára, vagy a Bayernre. Tehát, hogy ez elképesztő. Elképesztő. És ő átmegy egy pszichológiai teszten közben egyébként, és aztán bemegy egy lottozóba, és felrakja egy meccsre. 7:08 múlt 5 perccel várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk mindjárt a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 múlt, pontosan 3 perccel, hello mindenkinek. Itt vagyunk. Az elásott pénzzel az a gond, hogy az év végén megszűnik a 20 000-es banki érvényessége. Az milyen, hogy tényleg elásod, és utána kijössz, és rájössz, hogy semmit nem tudsz csinálni. Ez pont annyit ér, mint a 10 millió milpengő. Azért nagyon szép. Na hát ugye a pénzállítóról beszélgettünk, aki ellen most emeltek vádat, 60 millió forintot tett el, és állítólagosan sportfogadásra költöttek. Kérdés, hogy ekkora összeget hogy lehet sportfogadásra költeni, hiszen a legtöbb helyen azért ugye ez megvan egy felső
határ annak, hogy te mennyit tudsz feltenni. Mindenesetre beszéltünk egy pénzszállítóval, aki ismerte ezt a 49 éves férfit, mert hogy ő volt a mestere, és hát egy csomó mindent megtudtunk egyébként arról, hogy milyen érdekes a pénzszállítók élete. Jött itt még egy-két SMS, hogy állítólag ez a bomba a szatyorban akkor is robban, ha időben nem ér oda. Vagy ha a táska túl sokáig van nálad, akkor szintén, ha beépített időn túl van nálad, akkor szintén pukkam. Tehát nagyon kell vigyázni. Hát még az a fővárosban gyerekek, ez nem egy életbiztosítás, hogy azt mondják, hogy van egy órád odaérni, valahova is dugóba kerülsz. Ne csinál robbancsodok, ne robbancsodok, a Clarkon vagyok, Pepe állt a láncid. A taxisok tüntetnek, nem akarok Ubert, ne robbancsodok. 600 milliót tudod, ilyen Csányi így jut. A Uberesek, tököljetek! Csányi megkapja a telefont, elfüstölt 600 millió láncidot a taxisok miatt. A rohadt élet! Bár a biztonsági cégek megpróbálják ezt velünk elhitetni, de a pénzszállítók nem korszakos zsenik, így a Laci. Hát, persze, mi nem ismerjük őket, meg nem is akarjuk őket bántani, de mindig fura, hogy mit csinálnak az ellopott pénzzel, és aztán mi hamar megbuknak egyébként. Leülöd a 10 évet 100 millióért, kijössz és már 5 év euróval. Igen, nekünk egy hallgató. Igen. Jelen pillanatban 10 000 forintért is ülnék, nagyon hóvége van, kaptuk ezt is SMS-ben. Igen, leülöd a 6 évet, majd a bank polgári pert indít az összegért, az pedig ugye hát olyan, mint a NAV, vagyis nem évül el, hanem az unokádnak az unokája is fizetni fogja egyébként. Illetve, ha én kijövök, utána engem még figyelnek, hogy én elkezdek költeni? Szerinted arra van apparátus, hogy egy büntetésedet letöltötted, leülted, bent voltál, kijössz, és még pluszba állítanak rád egy embert? Hát szerintem igen. Szerintem erre nincs? Ezt csak mondják. Szerintem erre nincs. Ha nem különösen nagy, és mint a 3 milliárd, nem 100 millió, hogy téged ott nem figyel három ilyen népszabadságos, szivarozós csávú, egy szerintem nem tud Ladanívából. Nem tudnának elkapni, mert ebben a városban nem lehet leparkolni egy limóval. Folyamatos mozgásban lenne. Ez is egy érdekes kérdés, igen. Na jó, oké, hát senki nem menjen. Semennyi pénzért börtönben nem éri meg. Abszolút, abszolút nem éri meg. Játszunk, jó? Már itt is van egy hallgatónk a kérdés. Mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb életfaszi. Hozzájállat, életfeszívben nem tudom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, fiúk! Hello. Ági vagyok Debrecenből. Ági, hello Ági, Debrecenből. Sziasztok. Milyen jó kedvű vagy, Ági? Hát örülök, hogy hallak benneteket, meg hogy járhatok. De jó, hát ennek mindig örülünk, amikor a hallgatóink vidámak. Mi a helyzet Debrecenben? Szépen süt a nap, jól érezzük magunkat a lehetőséghez képest. Hát, aranyos volt. A lehetőséghez képest. Milyen foglalkozol, Ági? Nyugdíjas vagyok, könyvtáros voltam. Ja, így, de szép. És nyugdíjas vagy. Sütsz, főzöl, kirándulsz és látogatod az unokák, a gyerekeket? Hát sajnos még nincsenek. Az úszást bevezettem, ami eddig nem jött össze a munka miatt, és rendszeresen úszok. Na, és nagy. Levezetem a feszkót. Hát de milyen feszkó van így nyugdíjasan, milyen feszkó van? A nyugdíj. Jó, hát hónap végén jön a feszkó, a nyugdíj, egy pici borítékban. Attól az ember mindig feszültebb, gondolom, persze. Igen. Attól is, igen, meg hát van más is. Ági, igen. Figyelj ide, van egy szólásmondásunk, illetve egy tárgyunk. A tárgy az egyébként nagyon-nagyon jó. Igen. De nem akarok rábeszélni. Hát ha mondod, akkor tárgy. Tárgy, jó, indítjuk az órát, figyelj, így szól. Rozsgofűm. Rozsgofűn? Rozsgofűm, emmel. Rozsgofűm. Mű, rozsgó, várjál. Rozsgó. Rozsgofűm, mű... Műfogsor. Azaz! Mondtam én, hogy témába illik neked. Véletlen volt. Szóval, előre be van nekünk az egész heti adag készítve, én közben már nem tudok cserélni. És ahogy ugye esnek ki a feladatok, úgy egyre kevesebbet látok én is. Kettő darab volt itt, de ezek előre be vannak szerkezve, és ő mindig berakja reggel. De az egész hetet. Arra könnyű szó, érted? Na igen. Ne, csak humorizálunk. Jó volt veletek játszani nagyon. Nekünk is. Ági, nagyon jó volt veled. Na, köszi szépen. Tényleg hallgatlak benneteket. Ezzel kelek. Morning függő lettem. De helyes. Mióta vagy velünk? Hát egy olyan másfél éve körülbelül. Elkezdtem hallgatni, és aztán rájöttem, hogy nekem ez nagyon kell. Előtte mivel kínosztad magad? Hát rádiót nem nagyon tudtam. Nem hallgattál? Nem hallgattam. Akkor még dolgoztál valószínűleg. Igen, itthon vagyok.
Tehát nekem ez kell a hangulatomhoz. Uh-huh. Meg jól esik. Na, akkor írj egy levelet te is az NMH-n. hogy nagyon kell ez a műsor. Igen. És legyenek szívesek nem elvenni. Igen, nagyon azon vagyok én. Helyes, hogy megmondom majd a posta címüket. Puszilunk! Én is benneteket, minden jót, puszilunk! Ciao, hello. De helyes volt, de nem? Aranyos. Egy jókedvű hallgatótól nekünk műsorkészítőknek is jobb kedvünk lesz. Ugyanúgy el kell viselni egy hallgató, nem annyira pörög, vagy nem annyira jókedvű, de valahogy ez ad egy ilyen plusz löketet, hogy hallod a hallgató, hogy jókedve van, nem? Az téged is így felvillanyoz egy kicsit. De jó volt. Egy vidám nyugdíjas. És ő milyen érdekes, hogy azzal vezet le, amit ugye pont az ellenkezőről, mint amiben élt addig. Ugye kultúra. Könyvtár. Igen. 50 pontosan 8 óra. Több vendégünk is lesz. 8 után egy rövid kis szemvillantás. Valaki csak elfogadta a meghívást. Igen. Egy csomó mindenkit meghívtunk, abból ketten eljöttek. Bio Gabi jön hozzánk ma 8 óra után. És 9 óra után pedig Tilla érkezik hozzánk. Vadonatúj filmjéről beszélgetünk majd. Mi már láttuk Jánossal tiszta szívvel. Tiszta szívvel mentetek el. Tiszta szívvel mentünk el, így van, ez a film címe. Vele beszélgetünk majd 9 óra után. Most viszont jönnek a hírek, és aztán jövünk Bio Gabival. Már is a hírek után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Óra után 10 perccel folytatjuk a reggelt. Hello mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Megjött. Hát két hét múlva ilyenkor már a bőségtálaktól elnehezülve a rizskot hallottam. Azért kezdtem a bőségtálak. Ne kunyerálj már most. Elég lesz majd a jövő héten. Nincsenek vegák. Integetünk majd a hullámzó tömegnek Békés Csabán, mert hogy ott leszünk 2 hét múlva. 2 hét múlva, igen, sőt, mi több, ugye hétfőz egy hétre már ugye indul a turném. Így van. Hétfőn jövő héten, szombathelyen kezdünk. Aztán Székesfehérvár, aztán pedig Szebelszeged, a sütőtökön Békés Csaba, és pénteken pedig Kazincbarcika. Egy csomó új helyszín, ennek én nagyon örülök, ez mindig felvillanyoz, amikor olyan helyre megyünk, ahol még nem voltunk. Szeretünk régi helyekre is elmenni, de az új helyszínek mindig jók, mert inspiratív jelleggel hatnak az emberre, hogy egy olyan környezetben kezded a reggelt, ahol még nem voltál, és Békés Csaba, valamint Kazincbarcika. Szűzek vagyunk, ahogy elmondtuk, úgyhogy nagyon várjuk. Nagyon várjuk, hogy megérkezzünk. Új arcok, új cukrászdák és a régi színvonal. Végig eheted a vidéki városok összes híres cukrászdáját. Kazincbarcikáról már írtak egyébként, hogy hova megyek el. Hát gondolom, hogy már minden helyről 6 meghívó. Nem, hogy csekkoljuk. Csekkolod, aztán ők még nem tudják, hogy mit szabadítanak ezzel magukra. Csak óvatosan, igen. Itt van a mondom, hozzátok gyorsan a finishet. Igen, cseréljétek a piskolatokat. Jók legyetek nagyon. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, csak hogy segítsünk azoknak, akik úton vannak. 4-es főút 102-es kilométernél kamion baleset félpályán zárk el, 2-2 kilométeres sor mindkét irányból, a Zaporozs egyszer küldte nekünk. Rákosligeti M0-ás feljáró dugó, vigyázzatok. Valamint trafi az M7-esen a 132-es kilométernél Nagykanizsa felé, üdv az országjáró. Csömörön a Hévátjáróban olyan hideg van, hogy kétszer kell kuplungolni a Malacon egy röfögésért. Brown küldte nekünk. Valamint szokásosnál nagyobb is a dugó az M0-ástól Csepelig, a második Rákóczi-Ferenc úton, az ellen irányú közlekedés is csiga lassú. Trafi az M86-os 82-es kilométernél, Geri Golfötös újra küldött nekünk közlekedési hírt, köszönjük, és az M3-as autópálya Budapest felé a Kálmánházi benzinkútnál csak óvatosan, mert mérnek a rendéber őrei, ezt pedig Gabi küldte nekünk. Petra kérdezi, hogy miért nem hangzik el soha a pontos idő a hírek kezdetekor. Azért, Petra, mert Balázs mindig minden egyes megszólásnak az elején bemondja a pontos időt. Igen, de ez egyébként nekem is hiányzik. Igen? Hogy 8 óra van híreket, igen. Mondunk, a Kossuth Rádiót hallgassad, akkor mert ott mondják, tudod? Öcsi. Öreg. Jó, szedd össze. Hello. De tényleg hiányzik. Szerintem a hírhez hozzátartozna, hogy tudja, hogy a híresben mondja, hogy mennyi az idő.
Én nekem is hiányzik, hogy igen, jó, mert van, aki ugye akkor ébred, vagy akkor kapcsolja be, hírek van, és pont nem tudja, most a hetes hírekre kell, a fél nyolcasra, vagy a nyolcasra, de tök jó, hogy fél kilenc, 3 perccel jönnek a legfrissebb de hírek. De honnan tudja, amikor tegnap vette fel? Mit? A hírblokkot. De szemét, igen. Igen, honnan tudja, amikor egy hete rögzített. Nem, mert nálunk frissek a hírek, de valóban egyébként nekem is hiányzik. Hogy nem mondják, nem mondják az időt. De hát ez gyerekek, ez más, ez a popszakma, és ez tök más. Ez más biznisz, abban mi nem szólunk bele, ahhoz mi nem értünk. Budai alsó rakpart délfelé az Árpád hídtól beállt, mindenki vigyázzon, és még egy a 14-es úton van valami, vagy csak a szokásos, kérdezi Kata. Egyelőre nem láttuk, hogy nagyon nagy dugó lenne, úgyhogy még az is lehet, hogy egészen flottul lehet haladni. Na, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. Hello, Gábor! Kicsi Bio Gabi, na mi újságban, jól vagy? Köszönöm kérdéseteket, igen. Mi nem kérdeztük, csak Balázs. Kérdésed, köszönöm kérdésed. Nagyon kis fes vagy ma ebben a kis vékony, csíkos, kék ingben, fehér csíkokkal. Megyek utánam. Hát ha egy biznisz egyszer beindul, ugye Gabi? Biznisz perelik. A Virsli Gyártók Országos Szövetsége? Ki perelt be éppen? Nem, vannak különböző céljaink, terveink, igen, és szakmai fejlesztéseket hajtunk végre, és különböző emberekkel találkozom, igen. Ha a felső gombot meglazítod, akkor nem fogsz megfulladni. Jó. Igen, Gabi, nyakig begombolva. De tehát, föltűrve, az ingúj föltűrve, és egyébként nyakig begombolva. Jó, de lazza. Lehet, hogy nem akar, hogy kiszűrjük az új tetkóját. Á, nem. Csak az én kezemét. I love Satan. Ilyenkor tavasszal egyre több ember tisztít, és leveket fogyaszt, meg igyekszik sok nyersát fogyasztani. De ezt csak azért mondom el, mert az elmúlt hetekben több olyan eset volt, ami riasztó. Ez azt jelenti, hogy nyersen fogyasztják az emberek a pelyheket, a különböző magvakat, amiket pirítani, főzni kéne. És ezért gyomor problémák, gyulladások, epe problémák jönnek létre. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az, hogy valaki nyerset fogyaszt, vagy több rostosat, az nem azt jelenti, hogy minden nyersen kéne enni. Igen, ezt egy hónapja bedurantottuk, és azóta a lakosság 60%-át elvitték kóros epe működéssel konkrétan. Tehát kicsit túltolt a magyar lakosság a bőtön. Hát vannak ilyen, hogy kollát, reggeli, meg egyebek, amelyek ugye azt jelzik, hogy nyersen áztasd be a pelyheket, tedd be, nem tudom én, gyümölcslébe is. Korlát le reggeli, ez kollát. Egy kocsmák kollát. Nem korlát, kollát. Az rendesen. Igen, ha vas hiányod van, egyél korlát reggeli. Van a Kellogg-féle, a doktor Kellogg-féle, ami viszont főzött kárságból áll, és mi a Kellogg-félében hiszünk, vagy én hiszek, de a kollát, ugye hasonló a név, az egy egész más, az nyersen áztatja a pelyheket, az viszont például hasnyálmirigy gyulladást, vagy epe görcsöket is okozhat. De várjál, ha én nyersen beáztatom, mert az a pelyhet, de forró tejbe is hagyom állni, akkor az nyers pehely, vagy az már akkor a forró tejben nem főzöm? Csak az más. Az már jó. Hogyha egy 40-45 fok fölötti hő érte a terméket, akkor az duszadni fog, de a gabonákat főszabályként főzni kell, vagy legalábbis gőzölni. Ez borzasztó fontos, hogy joghurtba, kefirbe ne rakjunk nyers pelyheket, mert tönkreteszi a hasnyálmirigyet. Hoppá. Na, viszont beszéljünk arról a videóról, amit átküldtél, Gabi, mert én azóta ki vagyok attól. Beszéltünk róla, de létsz egy kicsit. De ne, az a baj, hogy ezt megint pánikkelt. Dehogy nem. Hát azért az durva az a videó, basszus, azért az egy durva videó. Hát komolyan mondom. De a végén egy minőségi termék érkezik, ugye? Na, megvettek, vagy mi van? Perelnek? Az, amikor az egész... Megijedtél, vagy fölmondott az egész malac. Ez egy alternatív. Én szívesen beszélek róla, csak ezek másokat beszéltünk. Ugye amikor, ugye azt a videót küldtem át, vagy az egyik olyan videót, amikor egész malacokat... Várjál, mondjuk el, fölrakjuk ezt a videót egyébként a Facebookra. Nézzétek meg. De azért beszéljünk róla egy mondatot, aztán rátérünk majd a témára. Tehát Gabi elküldött egy videót, és azt mondta, hogy hát érzékeny az ereje, de azért nézzük meg, hogy bizonyos helyen és nem mindenhol, és nem minden forgalmazónál, és nem minden gyártónál, de miből lesz a cserebugá, hogy készül a vísi? Ugye? A Noibi mondta. A vísli. A szényedásőként egy vísi. Hogy készül a vísli? És látunk, mi annak a neve? Egy ilyen csigás daráló, hát, vagy mi az? Ugye? Igen. Ja. Igen. És látsz egy ilyen markoló lapátot, amin megérkezik a csigás daráló fölé, és a csigás darálóban fekszik egy kicsi malac. De picike, tehát ezek ilyen kis, hogy hívják a kis malacot? Így. Kis malac. Gyere ide. Semmi más. Nem, hogy van valami, mint a kicsi bárány, meg nincs. A kicsi, nem tudom, a kicsi malacnak van. A külnik erigyé innen elte. Malac? Ő a malac, és a nagy a disznó. Kicsi malac. A lapáton, és úgy, ahogy van,
egy az egybe bedobják ebbe a csigás darálóba, megy a zúzóba. Majd látsz egy másik képet, ugye már nem élnek a malacok, tehát nem horror a történet, szegénykék. Ugye tehát legalább annyira kegyesek hozzájuk, hogy előtte azért átköltöztetik őket a másvilágra, de úgy, ahogy van, az egész egybe malacot bedobják ebbe a csigás zúzóba, darálóba. És utána végignézel egy folyamatot, hogy a füléből, a beléből, a belében, a kakiból, a farkából, a körméből, mindenéből, hogy lesz vízi. Hozzáadják ugye ehhez a kis pasztához, amit kell, felfőzik, ugye, hát a hő megteszi természetes hatását, hőkezelik, és végignézel egy gyártási folyamatot, hogy az egész malacból hogy lesz egy ilyen nyúlós paszta, a pasztát hogy rakják be zacskóba, és abból hogy lesz. És sok tekintetben a Gábor mellett állok, de én ezt nem hiszem el, hogy ez így történt. Tehát, hogy ez az élvezőről, ez nem erről. Nem mindenhol. Jobban a videót, nem hogy a hasát fölvágták el, mert ugye a szakma nem engedi most már a fekáliás szennyeződések. Igen, de ez nem ütve bennem is, hogy ott van a bele. Nem egybe bele. Nem, jó, oké, okay, vélhetően föl van metsző a hasa, és ki van véve a bérrendszer. Oké, okay, de ki van véve a bérrendszer. De azért oké, okay, de azért benne van a csontja, benne van a szeme, benne van a füle, benne az van rende. A körme, benne van a az bőr, nem biztos, hogy ezt akarod megenni virslinek. Vagy azt írják a virslire, hogy sertésbőr, meg nem írják oda, hogy köröm, meg fül, meg fejcsont. Ez nincs benne a virsliben, Feri. Na? Elhallgattál. Mert ez megint a szánalmas. Én meg sem merek szólalni. Ez megint a szánalmas pánikert. És nem, Feri, hát pontosan Balázs, ezt nem tudod. Ugyanúgy te is tudod nagyon jó, hogy ki kiabál hangosabban versenyt játszol, és én ebben nem vagyok hajlandó részt. De én nem kérdem, most azt mondtam, hogy a virsli evők országos szövetségének alelnöki posztjaként, amit viselsz, védd meg a virslit. Mert van jó minőségű virsli is, meg jó készülő virsli is, ami meg itt van, az egy valamiféle facebookos ilyen félálszent hülye gyerek kitette, amit azt se tudunk, hogy honnan származik, nincs megjelölve forrás, nem tudjuk, hogy mi ez az egész dolog. Annyira szakmaiatlan pontosan, mint a magyar füstölt áru ellen elkövetett merénylete a WHO-nak, pontosan ugyanaz az egész történet, és én ebben már nem akarok belemenni, elfáradtam, mi virsli elők, Jézusom, te! Virsli elők, érted, inkább megesszük a virslit. Ez elfáradtam. Pontosan ugyanolyan szakmaiatlan, mint a WHO-s történet, amikor az összes magyar füstölt árut be akartátok dalálni. Arra született a dalunk, hogy Gábor, teszünk mi a WHO-ra. Amikor Gábor itt ott vagyok. Állt, érted, és lengette a izét, ez a videó, ez pontosan ugyanilyen, se forrás megjelölés, semmi nincs benne, valaki csinált egy ilyet, hogy akkor hú, most legyünk mindannyian vegák. De miért? Van egy nagy virsli lobby, és van egy nagy virsli lobby ellen. Szarok rá, virsli elleni tevékenység, hogy meg akarják van. Fűzni. Voltál vagy... valami kétnapos kommunikációs tréningen, ahol azt mondták, hogy ha ő támad, akkor te váljál áldozattá. Nem akarok. Igen, ő a Feri most az áldozatot nyomja. Nem igen. Akarok, igen. A gyerekek szakmaiatlan a tártat. Hangosabban hogy... versenyben én nem fogok. Ez trütkos duma volt. Ez már trütkos duma volt. Na azért az nem. Gabi, kérlek mondj valami, tedd helyre ezt a dolgot. Mi van a virsliben? Az a gond, hogy a virsli és a párizsi gyártásnak el kell mozdulni a színhús felé. Mert Feri elfáradt a videó az nem erről szól. Én ezt feladom. Hát igen, mondjad, Gabi. Én azért egyetértek azzal, amit Balázs mondtál, hogy el is távolították a zsigereket, a bérrendszert, lényegében azért a bőrszövet. Tehát sok minden benne van ebben a húspépben, aminek nem kéne ott lennie, inkább a színhúst emelnénk benne. Egyre inkább afelé kéne menni, hogy a színhúst emeljék, tehát minél nagyobb százalékban legyen a sertésnek olyan területe, ami nem csont, nem bőr, mert ez mindig azt jelzi számunkra, hogy ez inkább egy ilyen hulladékhasznosítási technológia. De szerintem, aki virslit vagy párizsit eszik, az ezt tudja. Hát ez persze, a videóval szerintem megeszed nem... Megeszed a körömpörköltet, megeszed a disznósajtot, megeszed a belét egyébként kolbászként, kurkaként, stb. Külön-külön megeszed a szemét kocsony. De hogy... Érted, hogy a hideg húsleves. De az biztos, hogy ez a malac, ez fel volt bontva, és el volt távolítva a bérrendszer. Tehát ilyen nincsen. Plusz, nincs. 2016-ban az élelmiszeriparban rendben. Most már nem a fekáliás dolgokról, nem a szalmonelláról és a kóliról beszélünk, hanem arról, hogy léteznek olyan technológiák, ahol a csontot el lehet folyósítani. És a csont kúterekben, lényegében és ezekben a berendezésekben, lényegében mondhatnám azt, hogy zselés csont képződik, amit egy szilánkmentesítő szitán átnyomva szilánkmentes csontpép jön létre. És ebből ugye olyan párizsokat lehet készíteni, ami rengeteg vizet vesz fel, ugye ezt felmelegítik és ízesítik, és rengeteg víz hozzá kerül. Azért régen ilyen technológiák nem voltak. Igen, szerintem is egyébként, mert ez a dermesztő azért. Tehát, hogy itt most nem arról van szó, hogy egész malacot eszel meg te utána virslinek, hanem az a dermesztő, hogy mondjuk nincs pénzed más
Párizsra, veszed a Párizsit a gyereknek, igen. És sokan nem tudják azért, és erről baromi sokat beszéltünk, de azért, amikor elmondod, hogy a csontszilánkot pépesítik, és az is tömeg, és belerakják, hát, és hogy Párizsban 20, nem tudom, százalék, és egyébként víz, szemét, meg nem tudom, mi van benne, azért nem biztos, hogy szívesen adod a gyereknek. Hát ha tudod, tehát azért, hát azért nekem van a hentes ismerősöm, aki azt mondja, hogy ő tudja, víz meg szemét, nagyjából ez a Párizsi. Tehát nem biztos, hogy kellene. Nem lehet 600 forintért gyerekek kilónkénti 600 forintért normális terméket előállítani. Így van, persze, csak hogy azért ezt jó, ha tudja az ember. Az olcsó meg a drágább közötti különbségről szól. Csak nekem az a gondom, hogy ezek az olcsóbb termékek. Meg ez egy élelmiszeripari átverés sokszor. Van egy alacsony jövedelemszintű család, aki mit fog venni, nyilván ezt fogja venni. A gyereknek ezt fogja tenni a fehér zsömlébe, és a gyerek szerencsétlen azt hiszi, hogy ő evett 10 órait. Igazából nem evett. Tudja, hogy egyébként cseppfolyósított csontszilánkot eszik? Nem vagyok benne biztos, tudod? Szóval, hogy olyan technológiák vannak, hogy tényleg átmegy egy gépen, és ilyen massza lesz a csontból, a körömből, mindenből. Hát ez nem biztos, hogy én minden este megkérdezem a gyereket, hogy kérsz a cseppfolyósított csontszilánkot, hogy mellé egy kis csemegóborkát, bébi. És mondja, hogy igen. Én szerintem azért erről sokat beszéltünk, de erről jó beszélni, Gábor. Érdekes videó volt, ha hamisítvány, ha nem, ha fehérje feldolgozóban készült, ha nem, ha hamis, ha nem. Azért ez egy érdekes. De a kis csibés videómat azt láttátok? Jó, van egy kis csibés videó, és mi van a kis csibés videóban? Tudod, hogy hol töröltem ki az e-mail címedet, amikor a focis képedet átküldted a latex nadrágba, az. Az a baj veled, Feri, hogy te 20 snob vagy egyébként. Az a baj veled, hogy azt hiszed, hogy mindenki csak a minőség otthon gyártott sonkát eszi, meg a Józsi bácsi kézzelműves paraszsonkát, és közben nem, mert fél ország Párizsit eszik, a másik fél ország. Nagyon akarsz fordítani, nem hogy én vagyok a hülye megint benne. Nem azt mondtam, hogy te vagy a hülye. Nem azt mondtam, hogy te vagy a hülye. Azt mondtam, hogy benned van egy ilyen baromi nagy kultúrsznobság, hogy egyébként persze, mert meg kell venni a kézműves. A nagy szart kell megvenni, 4000 forint kilója, a Párizsi meg 500 forint. Nagyon szépen, és nagyon sokan megeszik ezt is. Nem fordítottam, csak ez az igazság. Tényleg így gondolom. Ugyanezt mondom én is, hogy 600 forintért nem lehet venni jó élelmiszer, de nyilvánvaló, hogy nem lehet megvenni a 4000 forintos parizert, mert van olyan is. Igen, de valaki meg a 600 forintos Párizsit veszi. Gábor, mit hoztál ma? Ezek után? Na most szépen. Gyere elővel. Na most mondjál, hogy mit hoztál. Egyébként csak a vicc kedvéért, mennyibe kerül a kilója a csirkemellnek, meg a pulykemellnek most? Most meg nem mondom így fejből. Nem hát 6-800 forint körülbelül, nem? Egy kiló csirkemell nagyjából. Hogyha ezt lesütjük, és szeretekre vágjuk, de Feri, szoktál ilyen recepteket feltölteni, azt hiszem a... Ha én adtam már egyszer ilyen felvágott receptet. Majdnem gazdaságosabban jövök ki. Ha egyébként jobban meg tudok csinálni. Az most egy másik kérdés, hogy 800-1000 forintos csirkemell min megy keresztül, amit zacskóba csomagolva itt ott megveszel. Azért az mégis más. Arról azért te is tudsz iratkozni, hogy abban mi van, de más, mint a párizsi. Az igaz, az legalább hús. Igen. Így van, így van. Amit én hoztam a témában, ez a kávé-koffein kérdés, mivel egyre inkább ugye erősítik, hogy a kávé egészséges, a koffein hatásra szükség van bizonyos szempontból, és hát szeretnék egy picit ebben a kérdésben állást foglalni. A koffein függőség, erre gondolsz? Vagy hogy mikortól számítunk koffein függőnek? Egyrészt a koffein függőség, másrészt a koffein allergia, koffein érzékenység, inkább mondanám, vagy intolerancia egyre erősebb. Ugye tudjuk, hogy nem csak a kávéban, hanem a kólában, a csokoládéban és a fekete tejában is van koffein, és tudjuk, hogy a koffein az átmegy a véragygáton, és lényegében az agykéregben egy izgató hatást fejt ki. Most bennetek milyen kép él a kávéról? Hogy bennünk milyen kép él a kávéról? Mi, mint egy élvezeti cikk. Időnként jó, hasznos. Én imádom. Én is. Hát, ezt is olvas az ember, azt is olvassa. Igyál, jót tesz, nem tesz jót. Na most az a fontos, hogy van egy határérték, ez általában 80-100 mg per nap, ami alatt igazából, hogy így mondjam, maradandó károsodást nem okoz a kávé, viszont 100 mg fölött már igen. 100 mg koffein. Koffein, igen. Egy átlagos presszóban mennyi van? Így van, a presszó kávéban 50-75 mg van, ugye 100 a határ, de egy dupla presszóban már 150-175 mg koffein van, ami ha rendszeresen fogyasztjuk, akkor kifejezetten ugye a vérnyomásban, a szívben, az agyműködésben, idegrendszeri működésben kifejezhető torzulásokat hoz létre. Tehát a kávé nem egy ártalmatlan élelmiszer vagy ital, hogyha valaki rendszeresen, és ugye olyan célból fogyasztja, hogy az álmosságot elűzze, mert sok a dolga az embernek. Időnként valaki kávézik, az más dolog, ott is van hatása a szívritmusra. A rendszeres és komoly mennyiség koffeinbevitel viszont kifejezetten káros. Igazából ezt szeretném átadni. De figyelj, mi van akkor Törökországgal, meg Olaszországgal, ahol az emberek így naponta 5-6 nagyon-nagyon sűrű, komoly espresszót vagy ristrettót fogyasztanak el? Én összefüggésbe hoztam egyrészt a klímával,
másrészt pedig a fizikai munkában. Talán tudjátok ti is, hogy az élsportolók egy része koffeinen él, tehát energiaitalokon él, ami borzasztó. Ezt nyilván nem szabadna elmondanom, és nem is biztos, hogy jó, hogyha tudjuk, hogy a sportolók, akik egy részére mi felnézünk, viszont van egy jó pár élsportoló és olimpikon, aki viszont szigorúan elzárkózik és nem fogyaszt ilyeneket. De érdekes, hogy a koffeinnek a sportban kihasználják az előnyeit, úgymond, mert az ember ledolgozza a koffein hatást. Ilyenkor nyilván sokkal kisebb az ártalmas eredmény a szívre nézve. Most a melegebb égővi országokban viszont könnyebben elhasználódik és elég. Ettől függetlenül a káros hatás jelen van. Tehát attól, mert fogyasztják itt vagy ott és nép élelmiszer vagy ital, lásd pálinka, de ez csak nagyon zárjeles volt, attól még az nem biztos, hogy jó és egészséges. De hát akkor tulajdonképpen megint nem vagyunk okosabbak, hogy mennyi a jó, nem? Tehát egy presszó naponta? Vannak ezek az instant kávék, bár nem biztos, hogy a adalékanyag szempontjából szerencsésebbek, de ugye ez a 25-50 mg, 25-50 mg koffein naponta, két naponta, ez igazából, főleg ahol alacsony a vérnyomás, ott elfogadhatónak számít. De igazából nem tehát a kávét olyan célból föltüntetni, ez a csokoládinál is így volt, mint egészséges élelmiszer, mint ami hasznos és javítja a közérzetünket, a kedélyállapotunkat. Erről szó nincs, mert ez vissza fog hatni. Egyébként a koffein hatása az 4 órán keresztül jelen van, és sokan azért használják, mert csak így tudnak fönnmaradni. És megszokták. És a koffein függőség ki is alakult, de egy idő után ez már ugye fejfájáshoz vezet. A teljesítőképesség egy határig javul, utána viszont romlani kezd, mert a kávé a hosszú távon energiaraktárakat lényegében felemészti, ingerlékenység, izgatottság. Főleg azoknál az embereknél, akik hajlamosak a tükitörésekre, vagy idegesebb típusok, esetek pánik. Viszont még egy kávé. Feri? Ja. Mi kire gondolsz, Ferire? Feri nem hajlandó belemenni. Feri elfáradt a csatában. Azt mondja a szakma, hogy egészséges idegrendszerű embernél naponta 25-50 mg koffein adása az igazából hosszú távon sem okoz nagy bajt. De idegrendszeri labilitás esetén depresszió, lehangoltság, kedély hullámzások, stb. Már a normál napi adag is jelentősen súlyosbíthatja a szellemi-lelki állapotot, a rossz állapotot. Ez a gond, hogy a labilis idegrendszerű emberek száma növekszik a világunkban, és a kávé ezt a folyamatot nem segíti, hanem rontja. Izgatottabbá, ingerlékenyebbé válik az ember. Hosszú távú tartós koffeinbevitelnél viszont ugye megjelennek a kézremegés, az erős szívdobogás, az agyi vértorulás, magas vérnyomás, szorongás. Én valamikor ez egy kávé után is érzem. Mert azt mondtál, mert keveset iszol azért. Ha sokat iszol, akkor hozzászoksz. Lehet. És akkor tök jó. Igen, mert mi 6-8 presszóval el vagyunk. Én nagyon fáradt vagyok, én reggel megiszom egy kávét, és valamikor olyan, mint egy litert ittam volna, meg valamikor semmi hatással nincs, de amikor egy kávétől kicsit felborul a koordinációm, kicsit beremeg a kezem, és jobban ver a szívem egy kávé után. Akkor beszélek nagyon furcsán. Igen. Nagyon zavarodottan, nagyon gyorsan. Van összefüggés, hát az a kérdés, hogy milyen típusú kávét ittál, milyen mennyiség, dupla volt, vagy csak szimpla volt. És a hosszú kávéról mit ír? Az jó, hogy így egész nap elkortyolgatsz egy bögre kávét? Ott valószínűleg az 50 mg-os adagnál vagyunk. Egyébként a gyomorra, a nyombérre és az epére sincs jó hatással a kávé, és éjgyomorra soha, ugye korábban erről beszéltünk, hogy éjgyomorra nem fogyasztunk kávét. Hát én pedig arra iszom. Nem szabad. Úgy szereti. Tudom az epét. Teszi az epét, igen. Igen, hosszú távon hasnyálmér, így epe, ilyesmi. Ezért jó, hogyha mit tudom, egy kis kekszet, vagy ilyesmit, vagy utána igen. Vizet, meg ilyet fogyasztom. Kekszet. Na, a másik bácsi. Egyen meg pár sem háztartási kekszet. Hát minden normális helyen adnak mellé egy kis kekszet. Elropogtatok kicsi háztartási kekszet. Nem erre a kávimat, elmegyek a slózira. Egy bácsi. Aztán pedig rá kattintok a sunamania.org-ra. Azt tudod, Gábor, hogy az ilyen áztatós, átfolyós kávékban több a koffein, mint a presszóban. Azt mondják. Ugyanis a presszóban... Én nem vitatkoznék vele, mert megtámad. Ne, hát csak mondom, hogy a presszóban ugye nagyon gyorsan megy, persze. Ez kevesebb a koffein, mint az amerikai kávéban, a hosszú kávéban. Ja, értem. Tehát abból még kevesebbet ihat. Hát meg ráadásul ugye ez az amerikai kávé, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon bőlére eresztett cucc. Tehát, hogy több decit szoktak egyszerre fogyasztani. Ez teljesen más a kávéfogyasztási szokásuk, mint nekünk. De nézzétek, a kávénak mi a biológiai hatása? Ad-e valami energiát, vitamint, ásványt? Igen. Mondjuk egy jó műzli meg reggel. Fincs. Hagyjál már a műzli reggelidet, Gábor, megiszol egy kávét, akkor felébredsz, megvan a komfortérzeted, egy kicsit úgy. Finom, úgy, jó ízű. Jó ízű, egy olyan, egy jó desszert. De adrenalin hatású. Igen. Meg ez finom, jó. Hát egyszerűen jó az íze, nagyon kellemes, nagyon jó élvezeti értéke van. Egyáltalán nem kávézol? Én nem. Semmit? Mit iszol helyette?
Biztos, hogy iszol valami. Mit én a chia maglevet? Igen, biztos, hogy van valami kávéhelyettesítő, bio valami. Nem lehet semmit inni. Szerintem az emberi agy és idegrendszer át tud állni arra, hogy gyümölcsökből, zöldségfélékből, diófélékből, omega-3 zsírsavakból hozzon létre természetes úton aktivitást. De így nem lehet élni, Gabi. Lehet. És miért csinálod ezt? Ennek is semmi értelme. Te tényleg. Akkor pedig én veled vagyok együtt. Zöld tejában sokkal kevesebb, minimális koffeintartalom van, de fekete tejától... Nézd meg az angolokat, a rohadékok, hogy milyen rosszul állnak. Látod, azok is ugye az 5 órai teával, ott úgy folyt a fekete tej a reggeltől estig, hogy öröm volt nézni. Az egész Szigetország elsüllyed mindjárt. De nem egészséges, szóval szakmai. Azok északi népek. Ezek alkaloidák, idegrendszerható komponensek. De közben a teáról aztán nagyon sok, nem tudom, aminósavat, antioxidáns tartalmaz, egészséges. Ezerszer több van az áfonyában, és 10000-szer több van a fekete ribiszkében, a céklában, a granátalmában, a homoktövisben. Tehát ez tök jó, hogy soha nem olvasunk mondjuk a homoktövisben lévő flavonokról, ami, hogyha olvasnánk, akkor megdöbbennénk. De Gabi, tehát nem csak azért teáról iszom, hanem ez mert meleg, mert jól esik, mert leülsz délután, iszol egy teát, az jó a pocakodnak. Tehát, hogy ha választhatok, ha én teajú vagyok, akkor én hiába mondják, hogy igyak meg egy pohár homoktövis levet, ha én teázi szeretnék. Egy marok áfonyát. Igen, vagy egyik egy marok áfonyát. Tehát a teá, egy marok az egy szertartás, hogy belemártod, kihűl, elkortyolgatod, jól esik, jót tesz neked. Tehát az egy... Nézzétek, vannak olyan egy járulékos dolog, helyek, érted? Ahol egy pohár búzafüllevet meg lehet inni. Nem lehet meggyőzni. Egyébként a búzafüllé ráadásul marha drága. Tehát, hogy ez valljuk be őszintén... A luxus mi? Luxus búzafű. Hát meg olyan, mintha megettél volna egy fél focipályát. Hát én így a búzafűzevet tök jó, de nem akarok minden nap megenni egy fél focipályát, érted? Mint egy elcseszett gólöröm, amikor végigcsúszol a gyepet. Tudod, nyitott szája. Igen, focizni voltál, vagy volt lőttél, nem búzafűzevet. Nézzétek, de ezek szerint ott tartunk, hogy fontosabb számunkra az élmény is, mint az egészségügyi hatás. Igen, igen, néha kell egy kicsit áldozni. Csak ismerjük el. Nekem fontosabb az egészségügyi hatás, a protekció, a védelem, a testvédelme, mint az élmény. Az élményt megtalálom máshol, a biológiai hatás nekem az, ami prioritást kap. Hogy mi az, ami előnyös. Hogyha tudom, hogy valami rossz az epémnek, a hasnyálmirigyemnek, a bérrendszeremnek, akkor azt nem fogyasztom. Kell egy picit bűnözni, tehát nem lehet mindig a hasnyálmirigyünkre gondolni, amikor... Egy picit bűnözni, és rendszeresen fogyasztani dupla, meg nem tudom, 3 vagy 4 kávét egy nap, az különbség szerint. Mi van, holnap előtt a hév, Gabi? Boldog a halsz meg. Remélem nem üt el. Nem, csak érted, hogy mire igen gondolok. Tehát, hogy azért így, persze, én tökre értem, amit mondasz, meg jó ez a rovat, csak azért... Egy egészséges hasznyálmirigyet valakinek! Nézzetek, hogy azért az ember most egy kicsit gyarló bennél, én most nem arról beszélek, hogy elnyalunk hetente egy fagyit, vagy megiszunk egy fekete kávét 3 naponta. Én most nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy a lakosság döntő része naponta 2-3 kávét megiszik. Igen, az lehet, hogy tényleg sok ebben igazad van. És persze van, aki egy gyomorra iszza a kávét, tele vagyunk epebeteggel, én erről beszélek. És hogyha ezen lehet változtatni, és ki lehet váltani a kávét valamivel, akkor váltsuk ki. Abszolút igazad van, persze. Csak az emberek mindig lelkiismeret furdalása lesz. Már én is ott tartok. Nem, hogy Gabit meghallgatod, és utána már bánom ezt a most. Ezt, én egy megint ezt, megint egy gyomorra indítom. Azon tudsz változtatni, hogy nem így magad valamiért, azért már tényleg a vége minden. Főleg úgy, hogy együtt indítottuk el ezt a rovatot, de most már én is hiábálok meg. Ha de hogyha egy jó banános zaptormixot megiszunk reggel. Az jó, szúrú, te. Ha valaki nem tudja elkészíteni, akkor segítünk. Receptet megtanítjuk, táborainkban is lehet jönni, meg lehet tanulni. Hip-hop, mire valaki hazamegy, olyan fit és üde lesz, hogy hihetetlen. Mit reggeliztél? Lehet pótolni a kávé. Mit reggeliztél, Gabem? Itt egy dupla feketé. Igen. Én zabos hajdinakását fogyasztottam, egy kis gesztényeliztem. Most húzzuk ki egy pár lényeg. Agavészirup volt rajta, és almát fogyasztottam hozzá. Egy pici kis rizsprotein volt benne. Na jó. Na most már komolyan mondom. Ez a mai esti fotballmeccs miatt muszáj egy kicsit feltölteni a raktárokat. Mit csinálsz? Mész focizni? Ügyvéd foci van, igen. Ügyvés? Ügyvéd foci? Igen. Ügyvédek. Kedves ügyvéd, azt miért ismerősökkel, barátokkal. Azt ki, hogy ügyvéd, ez egy ilyen gátlástalanabb, mint a... Megtámadták a virsli gyártók is, ezért már ügyvéd focira jár, hogy legyen háttér. Nem. Meghívtak egy csapatba, és nagyon hangulatos, jó meccsek vannak. Intelligens fotballt játszunk. Ez labdarúgás. Ez közben fejtörőket adtok egymásnak? Vagy mi hogy értem? Víz kérdésekre kell válaszolni, mielőtt passzolsz? Nem a fizikai erő dönt, hanem az ész. Kis pályán, egy ketrec pályán játszunk, és hihetetlen jó derbik vannak.
Mellette a fallabda is fut, úgyhogy így, abszolút. Így is hátba rúgnak stopplissal, csak nem derül ki, hogy ki voltak. Így is mindig harapás nyomok vannak a bal farpofádon, csak sosem tudod, hogy melyik ügyvéd volt. Én szeretem az olyan játékot, ahol intelligens emberek játszanak, a focit is lehet szerintem intelligens módon játszani, ahol a passzok döntenek, és a lyukrafutás is ilyenek. Egy jó kis lyukrafutás. De jó Gabi, is, Istenem. Folytatjuk két hét múlva, illetve pontosabban két hét múlva kimenőt igen, van. Igen, így van. Békés Csabán ilyenkor. Egy hónap, gyerekek, ez az! Az a baj, hogy Békés Csabára elvinnénk Gabit, ott 6 óra 10-kor megfeszítenék. Ott már, igen. Ott Gabi egy kereszten lógna 6 óra 10-kor. Kihár úrral együtt húznák föl a pörzsölő fára. Igen, tüzes vastróra ültetnék, és kerékbe törnék. Van a vírsli. Csak mondom egyébként, hogy több hallgató jelezte a kamuságát a videónak, hogy az eleje le lett cserélve egy fehérje feldolgozó elejére, tehát megint egy nagyon kemény alapon jó, nyugvó. Igen, de azért Gabi azt is megjegyezte, hogy most magáról a feldolgozás menetéről beszéltünk, ahol ugye cseppfolyósítik, meg szilánkosítják, meg nem tudom, mit csinálnak a csonttal. Azért beszéltünk arról, hogy azért a higiéniára adnak, tehát más a valóság. Jó, én nem megyek bele egy ilyen kibeszél halkabban és kulturáltabban versenyben, arra vagyok. Jó, köszönöm. Gabi, megmenteném mi két hét múlva Békés Csabától. Jó? Jó, rendben. Úgyhogy akkor találkozunk. Később találkozunk, köszönöm szépen, sziasztok. 3:49 lesz pontosan 7 perc múlva, jövünk mindjárt. A hírek után. Kilenc óra lesz pontosan 7 perc múlva. Mutatjuk gyorsan, hogy mi a beugró, ha játszanátok hármasugrást, mert ugye azt mondtuk, hogy 9 óra után vendégünk lesz, érkezik hozzánk Till Attila, és a Tiszta szívvel című filmjéről beszélgetünk majd, illetve jön Attila filmjének, milyen fura, hogy Attila filmjének, nem Tillának, Tilla filmjének. Attila ugye. Drág. Igen, az egyik szereplője is majd érkezik hozzánk. Na, de gyorsan előtte egy pici segítség csak, hogy tudtok majd hármasugrást játszani. Ezt kell kitalálni. Újra! Egy sose hallott rövid részletekből összeállt kis montázs. Két előadó és két dalcím. Így van. Vagy két dalcím. Párszor szerintem ez már volt feladvány. Egyébként, tehát hogy nem is mutatjuk meg még egyszer, mert annyira sokat mutatunk egy-egy dalból, hogy baromi egyszerű kitalálni. Baromi egyszerű kitalálni, úgyhogy ha szeretnétek játszani hármasugrást, kettő darab dalt, vagy kettő darab előadót küldjetek el nekünk. És a Jani azért nem volt itt, mert a Gáborral kávéznak. Igen, ők még titokban megbeszélik a nagy dolgot, szerintem nem áll a Tillával dumán. Vagy éppen kijönti a lefolyóba a harmadik kávéját, igen. Áll a kocsisor a Hegyeshalmi határnál, ezt Kati küldte nekünk, aki arra megy készüljön, arra, hogy várni kell egy picit. Nagykanyizsa irányában a kaposvári Balaton elejé lehajtónál mérnek az M7-esen Simi üzeni. Sajnos nem lehet haladni. A 10-es utat kérdeztétek, hogy ez a 11-es Solymártól, az Osani körforgalomtól 40 perc, mire az ember bejut. Budai alsó rakpart délfelé az Árpád hídtól áll, baleset a 4-esen a 102-es kilométernél, és a Rákosligeti M0-ás feljárónál dugó van, úgyhogy ott is készüljön mindenki. Egy köszönöm pici várakozásra. Békés Csabaiak őszinte megnyilvánulását ide ne hozzátok! Nem, drága Békés Csabaiak, nem, tehát Gáborra való tekintettel, rátok való tekintettel, és a két téva összeférhetetlenségére való tekintettel úgy döntöttünk, hogy nem visszük. Nem visszük, mert kerékbe törnétek. Tehát pontosan tudjuk, kár ezért a drága emberért. Kár ezért a drága emberért Békés Csabára nem visszük, úgyhogy pontosan mához két hétre leszünk Békés Csabán, ugye a turnénk utolsó előtti állomásán majd, de Jó Gabit itt hagyjuk, hogy egy kicsit pihenjen, így a kis erőturmixát is készüljön majd a témára. Na, úgyhogy mi folytatjuk, Tillával beszélgetünk nem sokára, legújabb filmjéről, valamint hármasugrást is játszunk, úgyhogy tessék nekünk elküldeni, hogy mit hallottunk. Jánsoá, kávé! Jaj, srácok, olyan jól esik egy jó pohár feketete a két kávé után, amit ittam. Én mondta János, és eltűnt a pult alá felakadt szemekkel. Ugye azért az epédet, az epén érzi ezt? Az epén. Ja igen, én értem Gabi, hogy mit mond, csak hát nehéz így élni, azért az ember ennél gyarlóbb meg, hát szóval egy jó kávét tényleg, hát már az se lehet, nem? Már semmit se? Ne ígyatok kávét, ígyatok energiait, te írtam alatt. Igen. Na jövünk nem sokára, Tillával folytatjuk a műsort, 4 perc múlva, 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
mikrofon mögött az Éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, friss közlekedés hírekkel. Igen, 4-es út Debrecen felé trafi a 170-es kilométer körnél. Tamás küldte nekünk. Nagyon sokan szerették ezt ezt a kis dalocskát. Hát igen, a Connected, azt erően. Hát azért az egy jó dal. Egy jó dal szerettük sokan, igen. M7-es 98-as 108-as kilométer között aszfaltozás miatt csak egy sávjárható torlódás nincs. Könyves Nándi küldte nekünk. Aztán Feri, ha jöttök Barcikára, gyere el hozzánk, oda dobunk egy vadpörköltet. Pálesz, cigi, fröccs és nők. Biztos lehet benne, hogy ott vagyok, az az élet normális része. Nem a főnök. A főnök küldte nekünk. Igen. Valamelyik ebből sántít, mind nem lehet tökéletes. Vagy a vadpörkölt, vagy a nők. Honnan tudod? Igen. Vagy a fröccs. Ahol megyek. Miért nők és cigi? Nem rossz az egyébként. Nem? Ott már lehet rossz is a vadpörkölt. Én azt gondolom, hogy az egy kellemes párosítás, ahol nők és cigi van, hát az már nincs nagy baj azzal. Azt mondja, hogy M7-es trafi és hatóságmentes Budapest és Balaton között. Ennek ellenére azért azt kaptuk, igen, hogy oké, egy hatóságmentes, de aszfaltoznak óvatosan. Az M6-oson Budapest felé a Fácenkerti pihenőnél kint van a háromlábú aljas módon elbújva a telefonfülke mögé. A riasztósok küldték nekünk. Már jönnek Tillához az üzenetek egyébként, úgyhogy ezeket is beolvassuk majd. Köszönjük szépen. Miközben Tilla nagy erővel szelfizik már. Hát ez muszáj. Hello. Jó reggelt kívánunk, megérkezett Tilla hozzánk. Hello Tilla, jó reggelt. És a film egyik főszereplője, Fenyvesi Zoli. Hello Zoli, jó reggelt. Hello, sziasztok. Hello. Már egy szelfi azonnal? Igen, de most nem tudok két fele figyelni. Ez a baj, mert nagyon rossz, hogy most nem tudom kiratni, és remeg a kezem, mit csináljak. Vonuljunk a háttérbe, tapasztalatosan azt akarod mondani. Nem, addig még mi beszéljünk más. Addig beszél a Zoli, amíg... elveszi a selfie lehetőséget, nem csak ő. Nyugodtan, figyeljetek, a mikrofon majd így adjátok, vegyétek, jó? Aki jó, beszél, az jó, az jó, berekedjetek. Jó közel, hogy halljunk okay. Benneteket. Sikerült, felraktad? Nem merem felrakni, most koncentrálok. Na, hát ugye a beszélgetésünk apropója a vadonatúj filmed, Tiszta Cívvel, ez ugye a címem. És mi Jánossal beszéltük két napja, amikor ott voltunk a premier előtti vetítésen. Milyen drága popcorn abban. És hogy hideg, mondjanak neked. Hogy hideg a sajtszót. Nagy kóla vagy kis kóla. Ugye én ott néztelek téged, és azt gondoltam, hogy ha most nem áll meg a szíved, és ha te az alatt, az egyeste alatt nem öregettél 10 évet, akkor egyet se. Szóval az egy komoly stressz azért, hogy az ember ott van, hogy 200-an elmennek, hogy ott mindenkinek megfelelni, hogy nem sokára bemutatják, hogy utána mondani kell valamit. Szóval láttam rajtad, hogy azért ott, te mindig pöröksz, de ott valamilyen ilyen tudat feletti állapotban voltál. Öregettél az alatt, az egyeste alatt sokat? Hát szerintem 50 évet. Szerintem ez már nem ugyanaz az ember. Tehát le is fogytam, tehát komolyan mondom, hogy mindig figyelem, hogy jó, szerepelni kell, mondjuk legyek 87 kiló. Erre hiú vagyok, megkértem magam, bemutatom, mondom, 85, gáz van, teljesen elfelejtettem enni. A legjobb fitness, úgyhogy, a filmrendezés. Úgyhogy nagyon-nagyon féltem. Ehhez képest ti megérkeztetek majdnem a kezdésre, akkor ahogy kell. Leültek a helyetekre, akkor külön szívrohamot kaptam. Aztán jött a tűzrendész. Kirakott minket a teremből a tűzrendész. Szóval nagyon nagy kavarodás volt, amit nagyon nehezen viselek, de hála Istennek a dísz, legalábbis a díszbemutatón után az emberektől nagyon sokat kaptam. Tehát a 90... meleget. Nem, a 90% azt mondta, hogy nekik nagyon tetszett, és mindenki szorongatta a kezemet, és azt mondta, hogy sokkal mélyebbre megy ez a film, mint gondoltuk. Ebből arra következtettem, jó, tehát én egy link hülye vagyok. Nagyon jó, hogy mindenki úgy jött el a moziba, hogy... Nem is gondoltuk, hogy ilyen mély gondolataid van. Ezt az ember egy csomószor megkapja, mi szakmákban tényleg. Naponta meghallgatom én. Abszolút, úgyhogy én nagyon nagyon jól éreztem magam, de az igazság, hogy még mindig nem tudtam feloldódni. Tehát biztos, hogy kell egy pár hét, rendkívül izgatott állapotban vagyok, és ez megvisel, de nem baj. Hát akkor de mi miatt a siker vagy sikertelenség miatt? Vagy mert most a fogadtatás, gondolom. Hát a szorongás, nem? Hát azért jó lenne, hogyha megnéznék a nézők. Ugye minden film esetében az nem baj. Az nem baj. Tehát igen, a tévében, rádióban így megvan ez a rutinunk, hogy valahogy mind meg sokat csináljuk, tehát ha egyik nap nincs, akkor a... barátok, meg a puszi jegyesek most nagyon dicsérték a filmet. Hát... Igen, most az igazi közönség. Igen, lehet. Akiknek szóval meg nem tudom,
tudom, egyszerűen lelki teher, hogy csinálsz valamit, azért itt, ez, itt nem mondhatom azt, hogy jó, de elrontották a színészek, vagy mit tudom, nem, hát ez itt az én felelősségem, hogyha én rosszul vezettem őket, vagy az egészben valami nem jön át, akkor az mégiscsak az én hibám, és az nehéz azzal együtt élni. De nem... Zoli is aggódik? Zoli, hát ide a mikrofon! Igen, én megnéztük ezt a filmet, és én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy alapjában azért ez baromi nehéz, mert ha jól vettem ennek az üzenetét, azért te szórakoztatni is akartál, egyfajta akcióvígjáték is akar lenni, zsánerfilm is, de közben elgondolkodtatni, közben mélyebb gondolatokra is felhívni a figyelmet, ami azért nem egy egyszerű dolog. Tehát vagy ezt az utat választja az ember, azt szerintem filmet rendez, a sokat összegyúrni talán az a legnehezebb. Jól éreztem? Hát igen, ez biztos, hogy ez egy fontos tét ennél a filmnél, hogy van benne valami olyan szabálytalanság, ami simán lehet a hátránya is, de én bízom benne, hogy ugyanakkor meg ez az előnye, mert szerintem ez ahhoz is kell, hogy ne azt érezd utána, hogy na ez is megint egy olyan film, amiből már láttam ötöt. Meg ez is egy olyan amerikai filmnek a nem tudom milyen magyar változata, hogy még a szerző föl se fogja, hogy tulajdonképpen ugyanazt csinálta meg. Hát azért mi itt a provinciában gyakran esünk ebbe a hibába, hogy utánozzuk a világot, és észre se vesszük szinte, hogy ja, hát ez már megtörtént. Sokszor megtörtént Amerikában, meg a Greve, csak még itt nem. Úgyhogy én abban bízom, hogy hát ha talán ettől is eredeti a film. Egyébként meg valahogy... De erre törekedtél egyébként, hogy ezt elkerült? Tehát arra tudom, törekedtem, hogy olyan legyen, mint amilyen én. arra törekedtem, hogy olyan legyen azért a film, mint amilyen én vagyok, meg hogy kerüljenek bele a szerep, ugye itt igazi mozgássérültek, mozgáskorlátozottak játszanak, Fenyvesi Zoli, Fekete Ádám. Arra gondoltam, hogy az ő világuk is kerüljön bele, ezért ugye az Ádámmal egy nagyon erős humorfaktor bekerült, ő az életben is ilyen humoros, a Zoli is elég humoros az életben, de őt visszafogtam, mert ő drámai karaktert akartam, hogy akár adni. Őben egy melankolikusabb figurát csináltam egy ilyen apa-fia konfliktus kapcsán. Amúgy pedig, hogy most jó arányban van-e a humor, a dráma, vagy ez az egésznek ez a szabálytalansága, hogy itt szembesülni kell a kerekesszékesek hétköznapjaival is, azt majd a nézők most eldöntik. Igen, érdekes az alapás, azért mondjuk el, hogy ugye miről szól, kerekesszékes bérgyilkosokról tulajdonképpen, ez az alapfeltevés, anélkül, hogy bármit ellőnénk, illetve pontosabban egy valódi figuráról, aki valódi gengszter, és két nagyon helyes, esetlen, aranyos segítőről, akik egyszer csak segítővé válnak, és ugye belecsöppennek ebbe a történetbe. A főszereplő ugye Túróczi Szabolcs, akivel te már régebben is együtt dolgoztál, ő ugye színészként játszott el, hogy kerekesszékes. Közben voltak ugye ott közben Zoliék, akik valóban kerekesszékesek, viszont nem színészek. Tehát egy olyan érdekes dolog egyébként, ami ebből így létrejött. Egyfajta olyan kémia, ugye, hogy színészek, akik nem kerekesszékesek, nem színészek, akik közben színészkednek, de közben valódi hitelesen játszanak. Ez egy érdekes kémia. Hát ez egy nehéz vállalás, de én azt gondolom, hogy működik. Kíváncsi vagyok majd tényleg a visszajelzésekre, de nem gondolom, hogy a nem színészek leesnének a vászonról, és teljesen leválnának a filmről. Mert hogy testhez álló volt nekik idézőjelben a szerep. Tehát pont egy olyan kapcsolat lehetett ez, hogyha ha nem így volt, akkor javíts ki, hogy mondjuk Szabolcs tanulhatott Zoliéktól, hogy élnek a kerekesszékesek, Zoliék megtanulhatott Szabolcstól, hogy egyébként a profi színészek hogy dolgoznak. Hát nem? Igen, meg belekerül itt egy gesztus, tehát hogy elképzeljük, hogy Leonardo DiCaprio mondjuk, csak mondjunk egy nagy nevet, mondjuk zseniálisan alakít egy kerekesszékest, és ennyi egy film, egyébként a világ leghíresebb kerekesszékes filmei mind így működtek eddig, hogy színészek eljátszottak, az olyan, de Paganini, hogy maximum virtuóz lehet, és azt tapsoljuk, hogy úristen, is láttad, és tényleg nem mozdult meg a lába, pedig húzták, mondták, de nem, annyira jó színész, hogy még akkor is tudod figyelni rá, hogy kell egy kerekesszékesnek lenni egy komoly akcióba. De szerintem engem nem érdekel annyira ez a fajta virtuózitás, sokkal fontosabb szerintem, hogy lehetőséget kapnak valóban kerekesszékesek vagy mozgás korlátozottak, és ettől történik valami, hogy ja, nekik lehet ilyen, tehát hogy van ilyen, hogy nem csak telefonosok lehetnek, meg informatikusok. Tehát nem csak azokat a bevett dolgokat csinálhatják, azt a három szakmát, amit mondjuk a társadalom vagy a... lehetsz még gangster is. Lehet játszani gangster film, a végén még lehetnek majd csaposok is, meg bármi. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos, hát nem is üzenet, de egy ilyen fontos vállalása a filmnek, és ez ennek kapcsán szerintem jó, hogy ilyenekről
beszélünk. Szerintem egyébként a filmnek, amikor megnéztem a filmet, nekem a legfontosabb üzenete, vagy a legfontosabb pozitívum a számomra az volt, hogy, és itt tényleg ne értse senki félre a szavaimat, hogy úgy röhögtem kerekesszékeseken és kerekesszékesekkel együtt, hogy közben nem éreztem kellemetlenül magam miatta. Mert hogy volt benne rengeteg humor, irónia, önirónia, és rengeteg önirónia volt benne, és nagyon-nagyon hálás voltam ezért az érzésért. Mert egyébként meg amikor ezzel a témával foglalkozunk, vagy ezzel a témával szembesülünk, mindig elkezdünk egy kicsit feszengeni. Igen, az ebben feszeng, viszajog, igen, igen. Hát nehezen kérdezel, ezt, igen, nehezen hogy legyen vicc, legyen komoly, és az se lett volna igaz, hogyha végigröhögjük az egészet, mert azért van, azért nyilván bizonyos élethelyzetekben az ember, ha cipel magával valami egy ilyen nehezebb helyzetet, vagy amivel minden nap meg kell birkózni akár, akkor az nem igaz, hogyha csak ha-ha-ha meg hi-hi van, mert igen. Szólj meg a Zoliba, itt ülünk. Igen, Zoli, nem, mert téged akartam kérdezni. A Zoli most megberegszik a mikrofonért, ez az végre az övé. Mennyi volt Tilla, most már többet nem szólnál meg. Szia Tilla. Közben nagyon finom árnyalatokkal volt éreztetve azért, hogy közben ugyanúgy éltek, ugyanúgy szerettek, mert miért élnétek, szeretnétek, ugyanúgy, ugyanolyan gondjaitok vannak, de közben mennyire más. Talán egy jelenet, nem is tudom, valahol a Hősök terén, vagy valahol egy néni odalép hozzád és aprót ad. Annyira beszédes, és annyira sokat mondó egyébként, hogy miért váltja ki azt az emberekből, hogyha valaki kerekesszékben ül, segítsünk, adjunk neki aprót, és mondod, hogy nem, köszönöm, nem, vagy a bazilika előtt, amikor ugye megtörténik az ominózus jelenet. Hogy közben ilyen finomságok vannak, ez egy valódi történet, tehát mennek oda, vagy mentek ez oda? Ez konkrétan hozzá? Az életemből van, és egész jó kis rumát sikerült már eddig összegyűjteni. Oda lépnek emberek, mert te kerekesszékkel vagy, annak neked konkrétan a kezemben nyomják, elképesztő. Van, hogy nem tudom azt mondani, hogy nem köszönöm, itt most azt hiszem, a néninél sikerült elerezni a nénit és elmenekülni, de hogy általában egyszer csak már egy 200-as van a kezemben, és utána már megy is tovább, vagy megáll oda, nyomja a kezembe is. Tessék, de kaptam már sütit is. Még nem fordult, de mindig rakok rá fedelet, tudod? Tehát, hogy legyünk óvatosak. Az, hogy az ember kerekesszékben él, az egy örök harc azzal, hogy mi lett volna, ha a sors nem így akarja, vagy van egyfajta megbékélés, amiben egyébként a filmet is fel lehet ismerni ilyen momentumokat, hogy igen, ez vagyok, elfogadom, így élek, és semmivel sem vagyok kevesebb vagy más, egyszerűen mi így élünk, de ugyanúgy csinálunk mindent, mint ahogy az egészséges járó emberek, vagy ez egy örök harc, hogy mi lett volna, vagy miért én, amit te sokszor meg is kérdezel magadtól, és amint azért nagyban ugye dilemmázol a film alatt. Igen, igazából nem tudom, szerintem nálam például ez már az elfogadás, de vannak olyanok, mint például ugye a Szabolcs karakterén is, is egy ilyen harc, hogy, hát hogy ő azért is lábra fog állni, és azért mert csak egy ilyen kis, nem tudom, pihenő, most éppen beültem ebbe a székbe, de eltelik majd 3 év, és utána igen, újra futni fog. Igen, egy tűzoltót játszik, ugye, aki egy balesetet szenved, és aztán kerekesszékben. Még nálunk, vagy nálam például, tehát az én való életemben, ha mondhatjuk így, akkor nekem ez egy megbékélés, tehát én nem sírok azért, hogy most mikor fogok járni, vagy bármi ilyesmi. Van, amikor csúnya szavak hagyják el a szép kis számot a lépcsőknél, meg a metrónál, meg a satöbbinél, hogy francba, hogy nem tudok járni. De nincs ilyen, hogy akkor most sírva fekszem le este, hogy nem tudok járni. Ti tanítottátok a Szabolcsot, hogy kell egy kerekesszékben úgy ülni, úgy hajtani, mert annyira autentikusan mozgott közben, hogy az ami elképesztő volt. Figyelj, hogy én néztem a filmet, és azt hittem, hogy leesek a székre, hogy úristen Szabolcs, mennyire jól csinálta. Hogy ezt mennyire tehát, megtanult, ez tényleg. És hogy a Szabolcs erre nagyon sokat gyakorolt, együtt is azért ugye a forgatás alatt folyamatosan ment és kérdezgette, hogy Zoli, akkor ha így tartom a lábam, ha így ülök, hogy kéne kiszállnom a székből, hogy mozogjak, stb. De hogy én néztem a filmet és direkt úgy néztem, hogy na akkor majd most direkt észreveszem, hogy mit szórtunk el, és akkor így egy kicsit úgy megsimogattam a saját kis szívemet, meg a sajátunkat, hogy nem basztunk el, na. Bocsánat, nem hozom többet. Dolgozik a Tillával. Eltanulta a csúnya szavakat. Na, bocsánat, elnézést kérek mindenkitől. Szóval nem tanítottuk egymást, és ahogy a Jani is mondta, hogy ugyanúgy mi meg nagyon sokat tanultunk azért a Szabolcstól, tehát hogy az, hogy ott volt, és maga a jelenléte is, és az, hogy a Szabolcs azért elég erős szerintem. Nagyon jó karakter volt. Az azért nekem is, meg az Ádámnak is elég sokat segített szerintem. Mondhatok valamit? Csak azért, mert eredeti helyszíneken forgattunk, amikor ilyen kerekesszékes központokat lehet látni a filmben, és azokkal az emberekkel, akik ott lakók, vagy dolgoznak, gyógytornászok, stb. Tehát például Pataki Zsuzsi, egy gyógytornász, aki ott segít az embereknek, és ez a Szabolcs karakterét ő is tápolja a filmben, és ő tényleg ő ott dolgozik, és nagyon kedvesek rajta, voltak. Látod rajta, hogy ő nem színész, ő szerintem igen, abszolút, volt, hogy eredeti. Igen. És akkor mindig volt egy ilyen pillanat, hogy én mentem, hogy sziasztok, itt fogunk forgatni, hogy lehetséges ez, hogy úgyis
foglalkozol a Szabolcssal, hogy bejön a kamera, és megyünk tovább, tehát te szereplő leszel. És akkor mindenki volt, hogy mondta, hogy hát próbáljuk meg. És akkor egy picit így bemerevettek, annyira aranyosak az emberek, hogy magamra is emlékszem, amikor először voltam kamera előtt, hogy persze menni fog, ugyanúgy fogok beszélni. Aztán nem. Jó estét kívánok! És semmi nem úgy történik, ahogy eltervezted előre. De pont itt valamiért nagyon-nagyon jól állt neki, tehát a Zsuzsi is olyan gyorsan megszokta ezt a helyzetet, nagyon jó fejek volt. Tehát a Kogon Mihály, aki a Marcibányi téri központ igazgatója volt, ő beszél a Balsai Mónival, az anyukával ott az ebédlőben, ő is mindent adott nekünk, a műhelyt, a műhelyben is az eredeti emberek, ugye a csaptestvérek, az ikrek, jaj, akik szerelnek, az komoly karakterek, igen. Hát őket meg lehet találni a Marcibányi téren, és egyébként nekem az volt a legmeghatóbb a bemutatón, hogy a Kogon Mihály az igazgató könnyezett. És nyilvánvalóan ő nem feltétlenül a film miatt, vagy a sztori miatt, ez nem engem dicsért, hanem pont én is azért hatottam meg, hanem hogy láttam, hogy lett egy ilyen dokumentum róluk, hogy azok az emberek, akikért dolgozik évek óta, vagy mit tudom én, azoknak lett egy ilyen kis lenyomata, és akkor ez úgy rám is visszahatott, hogy jaj, Mihály, ne sírj! És ennyit zokogtatok. Igen. Egyébként még, hogy ha már az ikreket említetted, akkor szerintem még a filmnek egy hatalmas pozitívum az, hogy nagyon jól megjegyeztető, nagyon emblematikus, nagyon erős karakterek vannak benne, és még a mellékszereplők tekintetében is. Tehát, hogy ők is csak egy villanásra voltak, de az ember így megjegyzi őket, hogy úristen, be is égtek. Tehát, hogy ez a két srác ott a műhelyben fazonok voltak. És hogy tele van ilyen fazonokkal. Hát igen, én kicsit mindig aggódtam, hogy lehet-e érteni ezeknél a szereplőknél a beszédet, lehet-e érteni, de aztán arra gondoltam, hogy eresszük el ezt a történetet, hiszen ez az életben is így van, hogy egy picit fülelni kell a nézőnek, mert nem profi színészeket hall, akkor majd rátanul a füle, mint az életbe, és akkor utána működni fog. Ó, mi Fekete Pálkon és Robert Nuri, miénk szocializálatok. Minden tényleg. Jéka. Most, hogy mondtad, mi is, Feri, nem te is csinálta, ezek megőrültek, én is. Van egy olyan rész, arrék, hogy előném, hát az egyik kedvenc jelenetem. Mondhatunk jeleneket? Lehet, mind, nem? Tehát nem spoilerezünk, de ugye a horgászos jelenet. Szóval, hogy sírtunk ebből még rajta. Talán az ember többet is megnézett volna, ez egy nagyon-nagyon jó jelenet, igen. De egy ilyet például felvenni, én azon gondolkoztam, két mozgásérült emberrel úgy, hogy ti vízbe hajítjátok őket, azért az maga az öngyilkosság. Hány búvár, hány kaszkadőr kiáltott, hogy kiszedjen meneteket, hát vízbe dobnak titeket, nem mondom el, hogy miért, előném a dolgot, de hogy azért azon úgy elgondolkoztam civilként, mint aki azért látott egy-két filmforgatás, hogy na ez egy kemény jelenet, két embert bedobni így a vízbe. Jó, én a forgatókönyvnél gondolkoztam, elég, de jó lesz pódokolni. Hogy ugyanez volt, és akkor utána meg ott vagyunk szeptemberben, azt hiszem a Velencei tó jeges vize mellett, és akkor elgondolkozni, és belerakod a kis ujjadat, és úristen, de hideg. Ez nagyon hideg. De hogy ott voltak, ugye azért kigyakoroltuk ezt medencében előtte mindent, tehát hogy föl voltunk készítve, meg kaszkadőrök, meg búvárok, mindenki ott volt mellettünk, és a stáb meg a kamera mögött körmötrágcsával közben lélegzett visszatartva, hogy na akkor a srácok most beesnek a vízbe. És a rendező meg tartotta vissza a mentőket. Ne. De ez tényleg így nézett. Tényleg egyébként, tehát ez az igazság, de ez nem gonoszság, hanem mindent a filmért. Én megcsinálnám. Tehát azért sántitok, mert utána jégkockaként kiszedtek minket, ki kellett olvasztani a tárítóval, de hogy megérte, na hát megérte. Mondja Attila, hogy mindent a filmért, igen, tehát a dírót meg kell csinálni. Ezt így kell csinálni, most azért sántítok, mert utána a kismenőkbe kipróbáltam egy légtornász eszközt, is leestem, kész. Tehát, jó, miért nem hagytad a Nórira? Mész, Nóri, nem, akkor megyek. Jó, nem, de komolyan, tehát ugyanaz, ami visszatérve, tehát amikor megpofozza a Szabolcs például a Zolit a film legelején, akkor is mondtam Szabolcsnak, hogy pofozd meg rendesen. Ja, nem lehet ezeket eljátszani, szerintem nem lehet jól. Nem éri meg, szenvedünk, csak tízszer fogjuk fölvenni rosszul, sokkal jobb, hogyha kapsz egy rendes pofont, akkor arra lesz rendes reakció. Igen, egy magyar film, ami ráadásul akció vagy akció véget, hogy mindig ott dől el, hogy rendesen megvan egy csámba verekedés, BNK a kaszkadőrök és a lövésnek lövés hangja van. Igen. Ha ez már rendben van, felsóhajtasz a moziba, hogy jó van, na végre még nem kisváros szinten rendezünk akciót. Igen, nem, szóval, hogy ugye hajázni, hogy jaj! És jön egy puskalő, és ennek olyan hangja, vagy nem hiszed el, majd utána Bénak tényleg kisvárosos jelenetekben forgatják le az akciófilmet. Szóval ebből a szempontból ez a filmben is megállja a helyét, hogy az akciójelenet olyan akciójelenet, és úgy történik, és úgy fröccsen a vér, hogy ahogy azt valóban már ugye egy nyugati filmek
filmeken szocializódott agy, meg film szerető ember már megszokta, sőt, elvárja egy magyar filmtől, és hogy itt már ugyanazt akarom látni. Igen, bár én azt gondolom egyébként, hogy ebben már egész jó a magyar film, nem? Igen. Vagy ezt csak én vagyok, nem. Én szeretem, túl elfogult vagyok. Sok filmes barátod van és tapintatos vagy. Lehet. Én nekem az azért, amúgy pedig azt gondolom, hogy valahogy ezeket, hogyha meg is csinálja jól az ember, nem lehet megmenteni ezzel egy filmet. Szerintem ez az amerikaiaknál is úgy van, hogy hát ettől még hiába ez kevés, jók az akciók, valahogy a lelkünk mélyén nem ezért érint meg minket egy film, hanem vagy mész érzelmileg vele, tehát van egy ilyen furcsa érzelmi csatlakozás egy filmhez, vagy sem. És ez az akciófilmekre is igaz. Az igazi jó akciófilmeknél valahogy, mit tudom én, mész a hőssel, nem pedig az akciókkal. Ott 2-3-an tényleg megdöglenek. Ugye erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy az embereknek ez a film, ez bejön-e, vagy tudnak-e rá csatlakozni, tényleg az akciókon, meg a viccen kívül. Egy nagyon picit beszéljünk már a négylábú színészekről, mert ami még szintén egy ilyen emblematikus dolog volt benne, hogy ugye játszott benne, ezzel lemárulunk vele nagy titkot, Ledről beszélni, hogy négy roti is van benne, és ezek a négylábú színészek, igen, ráadásul tényleg az igazi színészeket meghazudtoló módon hozták a szerepüket idézőjelbe, hogy őket honnan szerezted, kinek a kutyái, stb. Hogy találtál rájuk, egy pár szót csak. Hát ez filmnél, hogy kívják a kutyákat? Volt Whisky, Luna, még emlékszek. Hát ez úgy működik, hogy a filmeknél, hogy vannak profi állattrénerek, tehát nem is idomár, utálják, hogyha idomárnak hívják őket, mert az a cirkuszban van ők trénerek, akik nagyon szeretik ezeket az állatokat, és ezzel foglalkoznak egész életükben, hogy az állatokat valahogy ilyen-olyan trükkökkel, nyilvánvalóan valami kis falatkákkal, stb. A kamera elé rakják. Itt is lehetett látni, hogy a Dusán kezébe például kis virsli darabkák vannak, amikor körülötte mennek a kutyák, mert ezt nem lehet másképp megcsinálni, tehát ő nem a gazdájuk. A Dusán az ilyen szempontból, ugye ő a főgonosz játszó, egyébként egy szerb orvos, aki itt él 30 éve, amerikai úton idegsebész, és olyan értelemben, hogy jó, elég egyszerű figura, hogy például egyáltalán nem fél a kutyáktól. Tehát ő egyből ezekkel a rottweilerekkel összehaverkodott. Én azért a kerítéssel, én egy olyan 5 méterről magyaráztam, ötlenek a kutyák, Dusán, barátkozzatok össze, de gyorsan, mert én például félek a kutyáktól, ezt bevallom. Kalasnyikovval szólnak, hogy igen, hogy kész az ebéd. Szóval ez így működik, ez egy kipróbált profi dolog, ezek a kutyák is folyamatosan játszottak már más filmekben, folyamatosan jelen vannak külföldön, tehát rengeteg külföldi film készül most már Magyarországon. És szélvédőtörő szájkosár. Az vágás kérdés, hát minden, ami nagyon durva jelent a kutyákkal, az általában a vágás miatt áll össze. A kutya általában mindig egy dologra tudod megtanulni. Azt tudod mondani, mondjuk, hogy harapjon egyet, és akkor közben vissza kell fogni, meg fogják hátulról, hogy azért nehogy elharapja valakinek a torkát, hanem tulajdonképpen visszahúzzák az utolsó pillanatba, és ilyen szeletkékből lehet összerakni dolgokat, illetve az nagyon fontos, hogy a kutyások voltak, mert az árpék voltak bent az autóban, tehát a saját kutyája harapta őt, aki azt gondolja a kutya ilyenkor, hogy játszanak. Tehát ugyanaz a játék, ami otthon a szőnyegen van kigyakorolva, hogy a nappaliba ötrengenek, és akkor mi be... Tartod, nem fáj! Hát ott egy nagyon egyszerű trükk van egyébként. Nagyon érdekes, nagyon egyszerű trükk, hát ugye csak ilyen vizuális hatásokra épül a film, hogy beraksz művért, mondjuk összeművérezed a nyakát, meg a kutya száját, és ő játszik a kutyával, és te az agyadban azt gondolod, hogy már megharapta. És már azért véres a száj, de nem harapta meg, csak itt fetreng a nyaka körül, és attól, hogy oda került a művérettől, már így azt gondolod. Úgyhogy ez az akció jeleneteknek az egyik legrosszabb fajta egyébként legyártani, nagyon aprólékos munka, tényleg csak ilyen kis pillanatkákat tudsz fölvenni, meg állandóan ugrik a kutya, jó a fele, jó volt fele, nem, aztán eltelik fél óra, és elfárad a kutya. A kutya nem tud figyelni egy bizonyos idő után, mert megszokja, hogy mit kell csinálni. Én is szeretem. Igen. Zoli, közben látom ki rólad infokat, hogy például te indulsz maratonon, vagy indultál maratonon, tényleg? Tényleg. Nem, félmaratonokon meg maratonokon szoktam futni a Suhany Alapítvánnyal, handbike-kal. És akkor ez most egy ilyen infotartalmas mondat volt, ugye? Igen, ezt mindig elfelejtem, hogy el kell magyarázni. A handbike az egy ilyen háromkerekű kézihajtásos
Hát majdnem, mint a bicikli, tehát hogy ilyenkor mindig van, hogy ú, de menő lehet, akkor te most biztos tök jó futamokat mész, hogy gyorsabb vagy, mint a futó. Hát gyorsabb vagyok, mint a futó, persze, mert három keréken gurulok. És ezekkel szoktam akkor így 21 kilométert, vagy éppen 42-t. És ugye a film forgatása alatt volt például egy ilyen, hogy akkor mentem a New York maratonra, tehát hogy nekem így befejeztük a filmet, volt három napom átállni a filmből a New York üzemmódba. Utaljátok a gázit, a telefont, hogy vajon éppen mikor csilingel a bankszámla, nem. De hogy filmforgatás alatt például ugye a Dusán dolgozott, mint ugye orvosként ugye műtött. Én például futni jártam a Margit szigetre 15-20 vagy éppen 30 kilométereket, úgyhogy mindannyiunknak megvoltak a film mellett azért az elfoglaltságai, úgyhogy jól néztünk ki, hogy egyik projektból így ugráltunk át a másikba. Rendezőként egy pillanatra sem volt olyan kérdésed, annak ellenére, hogy írtad és rendezted a filmet, amikor például az elején a mozgásérült verekedést vettétek föl, és ezt így kívülről láttad egy pillanatra, hogy úristen, mi lesz ebből, vagy úristen, mit csinálok, amikor van egy bunyó az elején. De én nagyon féltem ezektől, és tulajdonképpen mindig a pillanat szülte meg ezeket a jeleneteket. Tehát most, hogyha a börtönre gondolsz, a börtönben van egy tömegverekedés, igen, ahol mit tudom, 25 igazi kerekesszékes, meg mankós ember összeverekszik, azt nem tudtuk, hogy lesz, oda jöttek ezek az emberek. Nyilvánvalóan voltak köztük, akik leugranak a székről, stb. Rögbisek, tehát van kerekesszékes rögbi, rögbi Magyarországon is, ők a legvagányabbak a kerekesszékes sportolók közül, vannak kosarasok, ők is kiszoktak esni a székből. Tehát ezek olyan sportolók, olyan fickók, akik azért már sokszor, tehát hetente többször kiesnek a székből, mert összeütköznek, nem félnek ettől a helyzettől, vissza is tudnak mászni, tudják, hogy nem törik össze magukat, és ott próbálgattuk. Hát ez nem tudsz mit csinálni. Oda jönnek, és akkor fiúk, próbáljuk ki, hogy ugye nem lehet igaziból azért ott megütni magukat, próbáljuk ki, hogy kalimpálunk, ütögettünk, üvöltöztök, mehettessék, jó, ez borzalmas, oké, ezt hagyjuk, és aztán valahogy összeáll, de jó játék volt, hát annyira élvezték, odajöttek, hát ez, tudod, ez is, tényleg, ezt így kell fölfogni. Persze, hogyne, hát ez olyan egy nagy család, hogy egy ilyen kohézióban dolgozik és akkor együtt, igen. És akkor ezt csináljuk, aztán valami lesz. Utána igen, majd én szembesülök a vágásnál azzal, hogy ha nem sikerül. De szerintem az a jelent is jól néz ki. Tehát azért nagyon erős. Jó, jelent, jó, igen, hatásos, igen, kezdés, egy ilyen kis hangulatot akartam adni. Egyébként az érdekes, hogy van, tehát sok, tényleg az életből táplálkozik ez a film, hogy Nagyfán van egy ilyen börtönrészleg, ahol vannak a kerekesszékesek, csak nincsenek ennyien, mert minden börtönben van most már az EU szabályok miatt akadálymentesített zárka. Úgyhogy szét vannak szórva az országba. Én ezt kicsit eltúloztam, de van ilyen intézmény. Ha már az akadálymentesítés, haladunk ebben egyébként, Zoli, bármit? Volt itt, van bármiféle erőrelépés? Itt az elmúlt 10 évben mindenki arról beszél, hogy persze, és hogy segítsünk, és hogy elfogadjunk meneteket, és úgy álljunk, és ne legyünk zavarban. Történt bármi az elmúlt 10 évben, amitől nektek kicsit tényleg valójában könnyebb lett? Á, igen. No, meglepő módon, igen, komolyan? És akkor én vagyok az a kerekesszékes, aki azt mondja, hogy igen, és utána majd jól meg fognak dobálni az utcán, hogy azt mondtál! De hogy nem, de tényleg, szerintem a, mondjuk tömegközlekedésben azért javult a helyzet, mint ha mondjuk hát azt mondod, hogy mind 4 évvel ezelőtt. Tehát, hogy tehát tényleg már egyszerűen eljutok ide, meg oda, meg amoda, vagy A-ból B-be. Hát emberi szempontból azért még vannak néha a fejekben ilyen agymosásra való dolgok. Hát ez kicsi, apró kis szeletekkel a film nagyon finoman és jól érzékeltet. Például lehet, hogy azt egy picit jobban bele kellett volna vinni, hogy nekem nap, mint nap én tömegközlekedéssel sokat megyek. A mozgássérült helyre mindig úgy kell szólni, hogy ne haragudj, beállhatnék erre az egy mozgássérült helyre, ami itt van fenntartva. Mert Hajdú Péter már annyi... ott parkolt. Peti, nagyon szép a Porsche Cayenne. Igaz, hogy eljön, de... Kicsit arrébb, mert nem tudok leparkolni a rohadt véleket, már nem, hát elképesztő. Ugye, csalódás az élet, az a baj mindig. Hát, de nem, de hogy javul a helyzet, aztán vannak ott a középületek, meg stb., amik meg azért úgy mindig egy jó ilyen magyar pofon, hogy, hogy ott a csengő, de nem tudod megnyomni, mert rohadtul nem éred el, vagy... vagy nagyon vagy szűk az ajtó, vagy szűk az ajtó például, az mindig jól néz ki, hogy ilyen. Az új stadionok, akadálymentesek? Nem próbáltam még őszinte lesz, de figyelj, mindjárt átrohanok az egyikbe, és dörömmölök az ajtón, hogy engedjetek be! Le kell tesztelni a hétvége feladata, értettem, figyelj. Egy utolsó kérdés, mert aztán sajnos zárnunk el a dolgot, hogy ilyenkor az ember hogy kattint egy-egy kritikára, mert én itt látok már nagyon jót is, és kevésbé jót is. Azt gondolom, hogy közben kicsit igazságtalan ez a dolog, mert ha legalább
egy magyar filmről lenne szó, akkor azt várnám meg a kritika író, tudom, hogy ezek mindig csütörtökön jelennek meg, amíg legalább X mennyiségű ember bemegy, közben azért vannak nagyon jó kritikák is. De hogy van ebben egy kicsi igazságtalanság, nem? Hogy legalább a magyar filmmel legyünk ennyire szolidálisak, mi magyar filmkritikusok, hogy várunk és aztán megírjuk, hogy csak van egy ilyen, mi írjuk meg elsőnek, le nem maradjunk valamiről. Ilyenkor felhúzod magad? Vagy azt mondtad, nagyon, hogy... nagyon. Én tegnap borgalmasan ideges lettem. Vagy az újságíró nem ért. Tényleg nem értettem. Lehet mondani ilyen neveket? Vagy nem? Abszolút, lehet, persze. Ne, hát figyelj, az, hogy mert ne? Nyilvánvalóan mindenki azt ír, amit akar, és az is nyilvánvaló, hogy a jónak örülünk, most teljesen mindegy, hogy tévé, vagy film, vagy rádiókritikáról, hogyha megdicsérnek minket, ez egy ösztönös reakció, örülünk. Ha azt mondják, akkor hogy rosszak esik. Vagyunk, akkor ez rosszul esik. Ezzel nincs mit csinálni. De az, hogy ma lehet először jegyet venni egy filmre, és tegnap már az Origo elkezdi lebeszélni az embereket, ez nem korrekt. Hát akkor mit? Hát akkor mit akar? Tehát milyen alapon gondolják ők azt, hogy ők a filmmel foglalkoznak, vagy ebbe a mi kis magyar filmes közösségünkbe ők támogató jelleggel lépnek fel? Hát nem. Tehát ez borzalom. Igen, és ez valami kettős a dolog. Egyrészt nyilván értem a hírő esetet, hogy először én hozom le is az én oldalom, kert, hogy legalább magyar legyen már, hogy várjunk egy pár napot. Egyébként a 0.hu közben nagyon jót írt a Csákvári Géza. Nem, azt hiszem, azt még nem olvastad, mert fix, de azt még nem olvastam, de mindjárt leöblítem magam. megfürdök egy jó kritika. Tehát én ezt szörnyűnek tartom, tehát hogy miért nem lehet, tehát hogy miért nem lehet azt legalább segíteni. Tehát én eleve azt mondanám, nekem a hozzáállásom is az, hogy nincs elég néző a magyar filmre, próbáljuk meg valahogy növelni ezt a számot, segítsük a filmeket, aztán majd utána mindenki elmondhatja a véleményét. Előre nem korrekt. Nem korrekt. Tehát ahogy mondtam neked, én belőlem ilyen szélsőséges indulatokat vált ki. Tehát ez a eszembe, ami... Meg lehet csináltatni ezt az italautomatát, amit szétrugdostál egy nálunk korára, a forsa, semmi gond nincs. Csak ordinári dolgok, hogy ez így geci. Menjünk el. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Remélem, hogy mondhatunk sok... még valami jót is? Hogyne, persze. Hát, hogy most csütörtöktől megy, ez tiszta mindenkinek? Hogy... Tiszta szívvel állunk. Tiszta szívvel állunk a film előtt, így van. Mától meg lehet nézni. Van Marie Claire film napok ezt is, ott hallottam. Is leszünk. Meg se hallott? Nem. Itt már nem vagyok. Ma este, te már nem vagy itt? Van, és ugyanitt infraszauna eladó. Drukkolunk nektek. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek megnézni a filmet és a lehetőséget is, és reméljük jól fog elsülni. Mi igyekeztünk. Hajrá! Köszönjük szépen Tilla Tillának és Fenyvesi Zolinak, hogy itt voltatok. Mi pedig játsszunk gyorsan egy hármasugrás, mert itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, ciao Noémi! Sziasztok, mi újság? Nem sok, kicsit itt vagyunk, kicsit beszélgetünk. Hallgattál minket? Igen, igen. Titeket hallgatunk minden reggel, úgyhogy nagyon jó. Nagyon drágák. Hát tudod, mi újság. Na figyelj ide, belevágunk. Jó, itt szól az első kérdés. Melyik sporták legendás alakja volt Ferjánc Attila? Húha. Igen, hát szomorú apropója van ugye a kérdésnek. Fejrend Attila. Ferjánc Attila. Így van. Hú. Hát, az nem ugrik be akkor. Igen, ráadásul igen. Most szomorú apropója is volt, nagyon sok hírt lehetett vele kapcsolatban olvasni. Autosport, autorali. Igen, egy fantasztikus sportember volt, és nemrég búcsúztattuk el. Igen, igen. Pont most a Túrautó világbajnokságon is volt egy perces kis néma gyász az ő tiszteletére. Ferjánc Attila, hát nagy neve az autosportnak. Sajnálom. Igen, ez egy gyors játék volt. Így van. Noémi. Így van, vagy lassú így az internet, mert hallottam, nagyon ütöd a gépet, csak ugye hát, nem mindenki az ember, hogy üti be a nevét. Igen, igen. Köszönjük. Igen, meg ugye hamarabb hallasz titeket telefonban, mint rádió, és így kicsit furcsa. Ja. Igen. Ja. Miért nem telefonon beszél? Miért nem tartod oda a telefon? Na miért nem menjünk ebbe bele. Noémi, puszi, köszönjük. Köszi. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Rádiózom azért pár évet, ez most nem ért, hol halt. Mert vissza, ha ugye hallgatja a telefonon, és közben megyünk a rádió, és a kettőben van egy kis elcsúszás. Mi hallgatod egyszer a telefon, meg hát egyszer a rádiót ezek is? Szerint igen, azt mondta, hogy két fülem van, tudod, itt. Ja, azért igen, nem tehát nem. Ő volt egy, nem te hibáztál. Nem, igen, fura volt. 3:10 lesz pontosan, egy perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Jövünk már is a nap legjobb pillanataival. 10 perc múlva pontosan 10 óra.
Gyorsan mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Ugye beszéltünk arról a pénzszállítóról, aki elvitt 60 millió forintot, majd bement állítólag egy sportfogatási irodába valóban, és föltette az egészet. Hát ez véleményes, hogy hogy tűz ekkora összeget. Mindenesetre arról beszéltünk, hogy hogy történik meg egy ilyen, hogy van az, hogy A-ból B-be megy, és ő a B helyszínen azt tudja mondani, hogy az A-ból nem küldtek csomagot, mert elvileg ez volt, hogy ma nem volt pénzforgalom, tehát nem kellett mit leadnom. És aztán betelefonált egy hallgatónk, aki ismerte ezt a srácot, aki ellen ugye most eljárást indítanak, mert hogy nála tanult, és érdekes dolgokat mondott, hogy már akkor ez a fiú miket kérdezett, és mire volt kíváncsi. Valamint megérkezett hozzánk a mi Gáborunk, kielemeztünk röviden egy virsis videót, és utána a kávé hatásairól beszélgettünk, hát rájöttünk, hogy csak a zöld turmix. Igen. Hát, csak a zöld turmix és a tápióka. Ez maradt. Már kávézni se kávézhatunk. És Feri megint embertelen módon kivetközött magából. Sok sikert az életetekhez, hajrá gyerek. Elnézést a kávé hatása. Igen. Mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, hol van már a reggel? Már benne vagyunk a napban, mindjárt délután van, srácok. Hát értem a jelzést, igen, az első kívánságot ilyen 10:30 körül fogod is tudni teljesíteni nagyjából. Addig ne is hívjanak? Addig ne. Hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show, megkapja az ajándékcsomagot, aztán megyünk is. Addig mondd el, mert még van idő, nem megzene? Csabi, mondj valamit. Jetlag, egy friss magyar hazai csapat, nagyon friss hangzással. Na. Ez lett a zenekar neve, Jetlag? Jetlag. Igen, sokat agyaltak rajta. Jetlag. Molnár Tamás, aki ugye az feloszlott Antifitness klubnak az énekes dalszerzője, ő az énekes, a többi egyelőre titok. Na, meghallgatjuk. Karszalagok a dal címe, karszalagok. Nyitottak vagyunk az új dolgokra. Te is biztos örülni egy új számnak. Te jól bejöttél, te is. Nem. Nem akarja. Jó, nem akarja. Hát, ha nem akarja, nem akarja. Mi adtuk volna. Adtuk volna, szerettük volna, de nem akarja. Csabikám, jó munkát neked. Köszi szépen. Jó, dolgozzál, legyél ügyes. 555-55-00 a telefonszám, ha szeretnétek Csabitól dalt kérni. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.